Gizio. Is it Gizio Erpi? Erpi Gizio Erpi. Erpi Gizio. Mi van? Most akkor lehet vagy nem? Testvéreim. Ne hazudjatok már nekem. Sziasztok, sziasztok, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Egy pillanat és már is elő fogunk jönni. Elő vagyunk jönveni már most. Szia, Elgató! Szia, nem működsz, de miért nem? Kurva anyád, miért nem működsz te most? Hát bazd meg! Ezt nem tudom elhinni. Hát most teszteltem ezt a rákot. Istenem. Istenes. Istenes. Nézzük meg itt. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De hát eltézünk átán az át. Ez lesz a kamera ezé most. Majd oda megfogsz a szekrénybe, majd oda befekszel. Olyan leszel, mint a Harry Potter. Na, ó, láttam, ott működik. A bementél a cekrénybe, és másik világba jöttél ki. A cekrénybe. Ez egy Carlito. A krónikák, vagy mi volt a... A na... Nainia, Nainia. Jó napot kívánok! Jó, hogy jössz! Jó, hogy jössz! Nainia volt az, igen. Joker megeszi az összes baba... Csilis babot. Joker! Tia báci! Tia báci! Szünet van, nehogy már ne járjon meg nekem az, ami kijár nekem, már érted? Hát de azért, mert jó lenne megkínálni mindenki. Adjok teked öreg, tessék! De Joker báci, te már 3 órája azt eszed! Sziasztok, mi újságban, gyerekeim? Ilyen éhes vagy? Semmi, figyelj már, beszélj a csüngő csecsüvel, beszélj már, nem engedt, hogy leüljek az ágyra, el kellett mennem a híd alá idehozni a székemet. Én már nem fogok oda leülni, nem vagyok hajlandó. De miért? Most mi? De miért? Azt meg tudnátok indokolni? Ne legyen koszosok. Át is öltöztem pedig meg minden. Alatt, hát most mondtad. Hát azt hittem már kivetted. Nem. Majdnem jóba írtam. Jót aludtál, Hector? Igen. Figyelj csak ide! Megmondom őszintén, hogy igen, tessék, nagyon jót aludtam. Egyetlen tessék. Egy probléma van, amit most fölvezetnék itt a díszes társaságnak. Tehát, amit említettem itt, hogy a tulajdoni lapon, tehát mint tulajdonos 1/1 vagyok jelen, tehát a ház az enyém. Nem tudom, hogy láttátok-e ezeket az okmányokat? Nem. Figyelj, Hector, idegetted a Kámaszútra könyvhöz, vagy hova? Szóval addig neked sem között a házhoz, mint nem láttam. Figyelj csak, az én potelomba tested az a nagy narancsbőrös picsád. Először is ez több szeretet, potelem, tisztelet legyen benned szorulva. Szóval az egy dolog. Az lehet, hogy te vetted, de már nem a tied. Érted? De az enyém, mert még papírt nem hoztál. Dehogy szóval... nem. Lajos, odaadtam a papírt honba. Mutasd meg anyádnak. Zsolt, kösz az 1000-et. Dennis, köszön 45-et. Azt még de nem csináltam vele semmit. De akkor ezt legyél szíves, prezentáljad édesanyádnak, mert most már szívem kihagy 2 itt a nagy izgalmakba. Bocsánat. És az már milyen dolog, hogy rasszista módon nem engeditek itt a szoláriumos magnumot leülni a kanyapéra. Ez is igaz. Ez is igaz. Rendőr intézkedésbe vetnem, ha már szolgálatban vagyok, csak mondom. Ami ráadásul az én kanyapém. Meg amúgy is átöltöztem, úgyhogy nem szólhattok semmit. Át vagyok öltözve. Lali, meggyújtod a deltákat? Ott a deltákat. Lali, mami, vihetek el a sütiből, amit valami ott van? Persze, hogy meggyújtom. Ott a deltát, illatod delta. Hát de illatod. Mi ez, szülinapokba? Igen, igen. Lali, mami! Kinek tessék. A szülinapja? Abban a sütiből vissza kell, jó? Tessék, Carlito. Ja, milyen finom illat lett, érted? Az egyik kivis, nem? Ti már ilyen viszontban vagytok, hogy fiam meg ilyenek a Jokerrel. Lajos, amúgy le lehet magadat lőni, amúgy a kisfiú beteg, nem vágott. Mit kedveskedsz vele? Nem érzed hozzá. Figyelj csak. Érzékeny vagytál. Én? Hát nézzél már magadra, Dick. Nem beteg. Hát inkább a körfűrészbe dugom a faszomat. Akkor meg mit kedveskedsz? Ismerjük ezt, ismerjük.
igaza van az öregnek, így van. Hát én szoktam kedveskedni. Jó, figyelj csak. Én mentem visszadolgozni, majd találkozunk. Szavasztok! Szia, Joker bácsi! Szavasz, szavasz! Szia, Joker bácsi! Figyelj csak, ha ez a Mowgli ide ülhet a kanapéra, akkor az a minimum, hogy a szoláriumos magnum is ide ülhet. Jó, de én tisztálkodok, jó? Tiszta? Miről beszélsz, hogy tisztálkodódik? Mondjuk a rettek ott ül a szár szélén már két esetejtebb. Amúgy meg ide figyeljetek már, többségben vagyunk, amúgy négyen vagytok, nem féltek ketten, négy férfi. Hát persze. Hát nem éppen. De hallgassa, lanyád is itt van, te fogyasztás. Vesz szépen a TikTokodat, hogy csak a srácok. Hárman vagytok. Akkor csak hárman vagytok. Nem, a Ligger itt van veled. Hát de az még mindegy három. Itt ma dugni fogunk? Figyelj csak. Igen, igen. Carlito, intézek egy kis muffatot a fiam? Így óta ugyuni neki, báti! Figyelj csak ezt a Mowglit, ezt egy marék kukoricáig gerincre lehet verni. Van nálad kukorica? Az mit jelent? Hát, hogy be lehet nyomni neki. Benyomhatod, érted? Nyomogatod. A gyereknek amúgy. Hozom kukoricát, akkor bedugadom fütikémet? Nem. Mi? Akkor... Azt mondta báci. Báci meg nem az úzik, szóval. Így van. Akkor mit adjon neked? Ne hallgassál ilyenekre, jó? Mondjad, akkor mit adjon neked, hogy bedughassa? Nekem nem kell adni semmit. Na, ingyen is. Látod, milyen aranyos ez a néni, Carlito? Megeresztél. Így gondoltam, de... Anutám hol van? Na, engem öregek. Ezt akartam kérdezni. Kapott egy hívást valahová. Gyújtsd el rá. Dolgozik? Bármi kevett, de nyugodtan. Persze, mi valószínű. Jó, van. Érted, itt van gyümölcsöl. Gyere, figyelj már. Igen? Gyere már egy kicsit beszélni. Na. Hallod? Lajos, láttam ma. A szobából jött kifele egy könyve, az oda tette a polcra, azt meg rátette direkt a másik könyvet, hogy ne vegyem észre. És nézd már meg, bátyja, mi van ráírva. Ez nem igaz. Melyik polc? Az volt a alfabéta a csávó. Én most már tudom, mit dolgozik. Ott van, mora, nézd meg. Mi van ráírva? Lajosom, egy pillanat felnézést. Nem, én anutám. Bocsánat, Lajos úr. Igen. Tisztelet teljes, nagyon jó Lajos. Szóval ezt a könyvet, ami alul van, ezt a szobádból hoztad ki a mai nap folyamán, ez igaz? Persze, ez a kedvenc költő, úgy hívják, hogy Káma Sutra. Sutrának hívják. De most a Christopher felhívta a figyelmem, ez úgy valami sumákolás van. Itt az öreg, na, akkor nem olyan nagy a szátok. Hát, jó. Elmondom, öreg, gyere. Várjál, csak kidállok az öreghez. Igen. Szóval, ezt még, mikor Erzsivel ismerkedtem, akkor vettem ezt a könyvet. Ezt odaadom, jó? Ugye az Erzsi nagyon hiányzik, akkor bele tudod nyomni egy kis csoppat passzodat. Jó? Jó. Köszönöm szépen. Figyelj csak. És először is egy cigarettával kínáljál meg, mielőtt nagyon megütöd. Svájni fog neked majd az. Opa, ez nem a cigarettám. Nincsen cigarettám, de cigánykártya jó lesz? Nem? Nincs cigid? Lali, bazzik, milyen ember vagy? Te sajátomat hát, színom? Leszoktam most. Istenem, nem van, akkor elszívom a sajátomat, de ebből ne csináljunk rendszert azért. Nem lesz, persze. Jó. Szóval mi is van abban a könyvben, kisköcsög? Hát ezek ilyen... Hát, öreg, figyelj már! Tég, te már szünetem vagy megint? Hát fogy, hát most figyelj, nagyon jó! Az van előírás, gyere már öreg, mert van valami, hoztam neked valamit. Adj valakit, gyere csak! Már egy picit, hogy püstöljen be alaposan ezt a házat. Én ide a teretnél egy tört. Saját házamat? Te figyelj csak, kussoljál. Majd kipestek ki akkor a szobát. Kipestek, csak annak a pemszlének nem fog számolni. Na jó, van, akkor mindjárt jövök hozzám. Jó? Már én megyek bele, Jokers. Maradjál, hát nem probléma. Engem nem zavar. Na, mostantól kezdve hivatalosan ez a ház dohányzó. Hánzó a dohányzó. És a kisfiúnak megfogtam a nyalókáját, most elmentem. Na, mondjad, jó napot!
Júj, hát kike! Kis kezű csókolom. Szia, figyelj csak! Jó, figyelj, Carlos, szigadjál le, mert látom ezt a trokkát. Ezt kifizeti, öreg, ezt figyelj csak! Na jó, van egy kis dolog, öreg. Nagyon erősködött, hogy hozzon már el, mert szeretne tőled valamit, majd ő ezt felvázolja, hogy idehoztam, de én még mindig visszakban vagyok, de ezt van megvárom. Egy pillanat türelmet kérnék, mert itt ezek a házi sárkányok itt, akiket épp, hogy porráz nincsen, kiáltsák, hogy Daenerys, meg ilyenek. Ezek előtt nem szabad ám semmit mondani, kisasszó. Tessen csak jó, nagyon... hívni kell papot démon tűzni, nem szeretem az ilyen démonokat. Hát akkor mit szeretel? Paszokat? Az én bírod? Téged. Na figyelj csak. Apuci. Na látod? Ez a különbség. Ez lássátok? De most lássátok ezt? Lali. Lássátok ezt? Mondja te. Ilyen tútószpólót hol lehet venni, mint a nénében? Halljátok, hát ezt hol rendeltétek? Hiába nézem OnlyFans-en, semmi nincsen dick. Én nem mondom nekik, hogy ezt meg sarokról, szerintem. Nyugodjunk meg. Ez a titi állítom. Azt mondom, nyugodjunk meg. Erre itt jobbra elnézünk, akkor itt lehet látni a Jurassic Parkban dinoszauruszt. Carlito, Carlito, Lalika, gyertek ide mellém, fejezzétek be most már, jó? Majd figyelj csak. Lalika, menjél be a szobádba, jó? Lajoska, valaminek a gazdája lesz, ha nem nyugodsz el. Nem látod, ez az öreg hülye? Mert ma még itt pinát látsz. Na jó, figyelj csak. Jó, akkor én mondom, mert itt a kis kedves drága kezit csókolom még egyszer. Nem mert elmondani. Adját fel, aki a helyét szépen a pofámba szól. Figyelj csak, öreg. Marandid lesz, csak mondom. Érted? Ennyire erősködött, érted? Én nem mertem olyan csúnyán nézni. Figyelj csak. Pinádat polírozzat kipele, mert ma meg lesz nyüstőben rendes. Érted? Öreg, gyere csak ide velem egy pillanatra, hagyd mondjak neked valamit. Hagyjuk már, ez öregnek a csajjára. Néni, megfogadom a titit ide. Kicsit kirittyented magad, érted? Jutis, paradis, bericcented neki az új autódat, amit kaptál a küzétől, tudod? Figyelj már, de most minek riccentem ki, nézzél már rá, mert azért ez az ünneplő ruházatom. Öreg, meg kell mutatni, hogy te vagy az úr, érted? Hát nézd meg, itt van most egy magasabban kvalifikált hölgyemény, érted? Hát most hogyan? Nem az eszért szeretjük. Miért? Mit hogyan? Hát hogy hogyan van kvalifikálva? Mert nem agyba. De hát kinek kell a spina a lényeg? Hát persze, kit érdekel, így van. Most nézni akarom ezeket a bén kurvákat, hogy sárgulnak egy picit. Azért mondom, figyelj csak, menjen vele étterembe, ahol el akar vinni téged, fasz tudja hova, azt majd akkor jó, lesz itt irinkedés. Ide figyelj, pollecukor, vagy hogy hívnak téged, mennyi azt vegyed vissza fel a cipődöt, tiszta lábszakban, a másik meg hoggomba. Ő amúgy nem itt tényleg, lakik, szóval ne kicsit ráhallgass, tényleg lábszakban, ez az én tudom, házam. Hogy... Na figyelj csak, ez mi az, hogy a te házad? Tudod, hogy van a te házad? Hát nem az öregé a második ha? Papír. Nagy így van. Körbe van nekem nem is köszöntél csillámpóni. Ki a faszom az a csillámpóni? Mi van veletek? A Lali. Én vagyok a csillámpóni. Hát még múltkor még itt nagyba köszönt még minden. Páti, Páti, igen. De akkor szolgálatban voltam. Igen? Azért köszönöm. Mondjad, Carlito, piam. Hát a néninek otthon az a titie. Meg akarod nézni, piam? Igen, megfogadom a titiét. Na jó, álljunk, ezért ne szaladjunk ennyire előre. Készpénzekkel hogy állunk? Mondtam, hogy adok 10 dollárt, itt azt mondta, nem. Hát azért, mert ezek már ilyen, tudod, ilyen luxusban vannak. 10 000 alatt meg sem ukkannak ti. Figyelj csak! El tudod én tépni? Hát az attól függ, hogy mennyi pénz van nálad, Carlito piam. Nálam ott al, mint 5000 olyan. Pont annyiba kerül. Figyelj, ennyi a pináját is megnézheted. Add ide, és akkor mindjárt lezsírozom neked itt. Már adom itt. Jó, és akkor beszélek ezzel a lerúgott kurvával. Rendben? Tették, oda raktam a debetbe. Jó, köszönöm. Már intézem is. Gondolom. Figyelj csak ide! A puci! Ennek hallják meg, gyere, hogy beszéljek vele, egy puli komplexusa van. Gyere, piac! Megyek a puci! Figyelj csak ide! És mert őszinte leszek veled, van itt egy nagyon jó kis barátom. Érted? Igen. És szeretném, hogyha megmutatnád a csöcsödet neki. Meg egy kis pinavillantás. Hát az most nem lehetséges, a puci, mert asztalt foglaltam, mert szeretnék elmenni veled randizni. Jó, ennek most ez az ár, hogy bemész abba a szobába, mezítelőre vetkezzen és beküldöm a gyereket, jó? Megnézzen. Addig de akkor eljössz velem randizni. De csak akkor, jó?
De akkor csinosba öltözöm. Mert most ez... Te most már követelőzöd? Ha? Hát nem, megmutatom a cicim, és eljössz velem randizni, meg csinosba öltözöm. Én most kibaszott csinosnak érzem magam. Érted? Jó. Nézd meg a járásomat. Látod, fiam? Nagyon tetszik. Na. Akkor siessünk, mert időpontot foglaltam. Mondom, eredjél be fel a szobába, betkezzél le. Na, faszomat kell ellenkezni. Mit ezek, ha mi hívtuk volna? Gyere csak ide, Carlito, fiam. Jövő, Bárdi, jövő, mint ez a kis izé. Mi van, öreg? Erigy, azt nézd meg a picsát, oké? Ez tapasztaltabbak is vagyunk. Már mehetek itt be? Menjél, menjél, fiam. Csóker, van nálad egy nagy kaját, van nálad egy zsíros kenyér. Hát, ti a nénye. Nem is fizessébe, nem is fizessébe. Mehetek, én is öreg. Jó, ez 10 000 dollárba kerül a csöcsnézés most. Hát nézd meg, milyen csinosan van. Jézusom, mekkora titit van neked. Na mennyit van? Adta betár, mekkora titit van. Hát öreg, egy ezresem. Elég az, erigy betár. Ez hogy lehet ekkora tútó? Komolyan. Nem tudom ezt megenni. Nem hívtuk volna, biztosan nem jött volna el velünk. Tessék. Jó, figyeljetek csak ide. Valaki ide van egy uzsonna. Adjatok már. Jézusom, mekkora titit van. Na jó, megmutattam, akkor mehetünk randolni. Bocsánat, igen, tessék parancsolni. De most hova mész amúgy jelenleg? Kurni. Szabad baszni, szopni, morogni. Tessék. Mert? Mi közöd van hozzá? Csak nem egy teremben mész, haló. És akkor mi van? Randebúk lesz. Mi az, hogy te randevózni? Hát mi az, hogy te? Mi ez a kis hebítő nézet? De kivel? Hát ezzel a... Nézd meg, ezzel mit el. Bocsánat, kisasszony, tessen már megfordulni. Pillanatra, nézd meg, mi poppan a szaromba. Nézd meg ezt a picsát. Szerintem jó popom van. Ennek még a pingesebb idős, érted? Hát te, mikor óvodában jártál, még a dinok elő kellett menekülni. Már nem vagy versenyre, fiam. Jó, akkor tudod, Krisztó, ma te vagy párom az étterembe, mit szólsz? De csak oda akkor beveszed, benyom. Mi ágyműső? Légy szíves, köszönöm szépen. Bocsánat, néni. Ezt elátverem, kivúgod a két szemet. Nincs rajta a budi. Átverem véget van. És így akar lenni? Még arám veled, majd ha hagyom, jó? Én is írok egy SMS-t itt, hogy így randizni akarok. Figyelj csak, menjetek randizni, hát ha van valahol egy vízimulla, akkor ne van esélyed. Kislány, hova mentek randizni? Hát menjünk oda a múló végére, van egy étterem. Na jó, akkor én is megírom. Jameszek, hogy mi is megyünk. Bocsánat, itt Lajos és Zsó. Akkor majom képi, gyere vele. Igen, nektek nem jutott picsa, ti együtt jöttök randizni. Öreg, én dolgozok, majd a Lali elmegy a Carlitóval. Lajos, adj meg. Jó, akkor megyek. Ja, várjál, itt most megyünk van az étterembe. Jó, egy pillanatra türelmet kérnék. Át kell öltözzek. Én nekem is föl kell vennem az ünneplős kvártát. Ebben a buszos pólóba akarsz leszopni? Mehetünk. Érzel. Gyere, szálljál befele. Szóval öreg, figyeljél csak. Ezt ma megbaszom. Gyere, eldoblak a kocsidér, azt akkor mész azzal, jó? Hát nehogy már itt mizi. Jó, mindjárt jövök, fiam. Akkor csinosba öltöz a puci. Jó, van azért. Mindjárt hozom az öreget, jó? Alul kezeljük, jó? Még csinosba, bazd meg. Hol élnek ezek a gyomorékok? Figyelj csak, láttad a végkondák, hogy befépítsérítek egyből? Hát, hogy felvoltak neki! Ó, egyből! Velem jössz, Krisztó! Habzik a picsájuk, de már hova? Érted. Egyből mindenki, meg az is még a büdös tehén kurvája, még egy ír egy üzenetet az valakinek. Ki a faszon viszi azt? És Szabi, kösz a csillagokat, te Márkusz, olyan szépen kösz az 500 csillag. Kinek van annyi pénz, öreg, hogy azt megetesse a testet, nem? Hát hogy a passzom van eddig? Megéhezik az... Nem tányér kell, váljunk! Figyelj, csak emlékszem, egyszer is találkoztam bele fiatalon. Mentünk hazafele a diszkóból kocsiban. Mármint a Lali anyjával? Így van, de nem mondd el senkinek, mert azóta is szégyellem. Megéhezett, azt lerágta az ajtókárpitot a kurva anyját. Nem figyeltek. Megette az ajtókárpitot, geci. Érted? Az hogy? Bazzeg, oda néztem, és már rohadt mohó, varacskos disznó fejű, már rágta lefele. Mondjuk a disznó kezdtek mindent megfelé állani. Opám, már kiszakadt. Milyen autó? A Lada. Löveg. Polgárőr. Van másik oldal? Nincs. Figyelj csak, a Lada az hogy él van? Hát honnan tudja? Ez jó. Ja, itt van. Látod az így? Ihe, ma peckes leszel, ma peckes leszel. Meg lehet jelenni.
Megyek, gyere, kísérlek, jó? Figyelj, Joker, majd randi után, ha jó viselkedsz, megszagolhatod az ujjamat. Nem kell, köszönöm. Onnan tudod, hogy nekem már nem volt meg, ha? Csak nem mondom el neked. Mert így már Joker, hát ezzel a szarral meg utánam se érsz. Apám. Merre kell menni? Menjél már elő! Másik irány! Eltévedem, bazd meg! Csá, atyám, szevasztok, hello mindenkinek, csecse! Sziasztok, barátaim! Jó barátaim és rossz barátaim! Sonic, kösz szépen az 5 dollárt! Kösz szépen! Igen, a 437-es itt van, hallgatom! Rendben, értettem, csak az a probléma, hogy most van egy kis zűr, itt egy járók előtt igazoltatok éppen. Csak. Jó, vettem, vége. Nem is tudom, valahogy át tudok öltözni. De az öregnek nincs ünneplő ruhája. Nagyon szépen köszül el, kösz szépen. Kösz a donáció. Márjál már a csomagtartóban, nézzek valami ruhát. Nézzél hát. Nem is tudom, ezt kell beírni. Szia. Öreg, én megpofozom az öregnek. Istenem. Mit történt? Kajon? Öreg! Gyere már föl! Haló! Istenem. Haló, öreg! Bazd meg! Szívem leszakadt egy pillanatra. Megijedtem, bazd meg egy pillanatra. Normális vagy? Ilyenkor halsz meg, amikor... Mély padot írok, itt van egy nő, végre az életedbe, akivel újra kezdheted? Ha kezdje a rák el, a ráknak. Hát az én első túlzásba. Egy kis baszásos csoki. Hol jó van, öreg bors, csak ezekkel a hülye kurvákkal szappanoperát kellett néznem, azt már rajtam ragadt rendesen. Léda? Azért ez is stílus. Hát, ha lenne. Aha. Hogyha én lennék a Nílus. Nem tudom, hogy van-e valami skinem, nincs mi. Na, mutasd azokat a ruhákat. Na, ez a legpacekabb, nem, Dick? Ez mondjuk odapassz. Nézd, hopp, egy kis pörkölt szapt a pólón. Hát azért ez az el kell, hogy férjen. Ez? Azt mondod, hogy a pólóhoz van. Ha megleeszed magad, akkor nem fog feltűnni. Ez te jó választás. Ez egy abszolút. Beviszlek, azt megyek dolgozni, mert már kerestek az előbb is rádión. Kurva anyjukat, nem hagyják az embert kummantani. Na. Figyeljetek csak ide! Megérkeztünk! Figyelj csak! Néni most sír, mert Csillám Póni nem mutatta be nekem. Figyelj csak, kicsi picsa! Ez nem le... Ez ilyen minta, ez mostani... Ez mit bő? Ez miért bő? Ez a parfümöt? Ki sír? Hát az a hülye kurva. Rózi néni sír, mert Csillám Póni nem mutatta be. Ez a pindurpandur megbántotta. Figyelj csak ide, bocsánat! Öltöz már nem. Lajosom. Jaj, öreg. Az ki meg pésűködbe, na. Te lesz? Is azért. Figyelj csak, máma ezt sem baszunk. Jó, menjünk az étterembe. Hát te megbántott a fiam. Te meg mit bőgsz te? Gárnitó? Csüngőcsök, konyha malac. Ez peszbők. Hát miért nem baszolod neki? Nagyon jó az a póló. Állj le, te gúnyolódom. Lali. Nagyon jól áll. Lalika, figyelj csak! Most jövök a templomból póló. Igen? Kállító, te is ide figyelj, gyertek ide! Fidele! Kösz szépen! Megismerhettem az öregnek a mindenkinek srácok. Felpapozlak mind a kettőtöket, értitek? A TikTokon a cuccokat neki. Mert látjátok, hogy milyen boldog? Látom a szemébe, csak nem mondja, oké? Ez a póló, ez nagyon jól áll neki. Igen, nagyon jól áll. Na, leültök egymás felé, bekussoltok, hogyha jó kis gyere csak kislányom, gyere. Élősködőnek kell lenni. Menjünk amúgy, mert már érzem a vadhúszagot, érzem a vadhúszagot. Hát, ha még vadhús akar enni. Nem hát vagyok elég vadhúszag. Hát azt te túlbad vagy, Di. Biztos. Ugye? Hát te túlbad vagy. Akkor ezek szerint meg se érdemelne. Benned mi az, hogy meg se érdemel meg? Örüljél, hogy elmegyek veled, mi van veled? Szedd már magadat össze. Mi ki az a szar? Jaj, gyere már. Jöttek értünk. Ilyen szarra közlekedtek. Szállam.
Igen. Na, mehetünk, elviszem a gyerkőcöket, jó van? Hé, elviszem. Jó. Ó, de szép ez a Lada, hát. Na, gyertek, szálljatok le! Egy nagyon tép autó! Na. Most mi van már ezzel a szarról? Már egy picit? Most lesz a jó. Figyelj csak! Picsát ki van kenyve? Kikenyted, máma? Hát... Fő van polírozva? Nem. Hát persze, hát tiszta vagyok, meg minden. Remélem neked is le van teljesen beretválva. Vagy annak, legalább akkor fazorban, nyírva leszálló pályára. Figyelj csak! Mi még elvárásaid is vannak. Annak olyan izéje van, mint a százas ciszolóvászol, csak mondom. Aztán nem. Te honnan micsoda tudod? Olyan neki dik. Na, hova kell aztán menni? Te honnan én honnan a passzom? Hova melyik megy? Étterembe csókolom? Hát, ami a múló végén van. Ja, tudom. A öreg, tudod, hol vannak a zsidrákok, tudod? Csap fel a kéket, Joker. Na jó, felcsapom, gyere! Figyelj csak, tudod komoly mi van? Komoly felvezetések vannak. Figyelj csak, kislányom, tudod mi ez van az... ide tetobálva az alkalomra? Mi? Azt hittem, nekem beszélsz. Elolvasom, az van odaírva, és ez neked szól, hogy a gyógyszert ketté kell törni, de a fasz lemegy egybe. Ez rád is igaz, ugye? Mert én csak ilyen kaliberű nőkkel hát, állok szóba. Már voltunk együtt a puci, hát tudod. Hol van? Miről beszélsz? Hogy nem ismer fel száz orvosat. Hallgyerek. Ennek apukom, Petszi, se van genyó. Mindegyik. Hát ezek a legjobbak küsszó, a leghálásabb mondik. Jó, figyelj csak, ki lesz a tagadva barátok körbe, hogy nem ismer. Nézd meg, hogy meg. Te érted, ólanul. Az a bant. És ugye nem vagy már együtt a doktor nénivel. Figyelj csak, azért vannak itt olyan területek, amire nem tévednék ilyen hirtelen. Tudod? Hallod? Te meg is hátul, ha nekem azt mered mondani, hogy én vagyok a bunkó, hallgass az öreget, hogy ennyi bunkó, mi? Kapaszkodjál! Hát ez az. Én beléd kapaszkodom. Remélem, tényleg lesz valami. És lehúzom a slicemet, ide kapaszkodjál, jó? Kisjányom. Jó. De csak finoman. Hozzáképes. Amit csak szeretnél, apuki. Te ne dudáljál, buzi gyerek! Igen? Látod, hekike nem tudnak vezetni? Igen. Azt a büdös kurva, geci. Képi rosszul lett, hely. Há. Jó vagy, geci? Hát mi történt? Anya, felejtsd vissza erre, kérdezzük, hogy jó minden. Az a gyávat. Hát szerintem mehetünk, jönnek úgyis utánunk. Jó, figyelj csak, te itt ne popázzál. Mi történt? Kiugrott a Joker báci az autóból. Jó, figyelj csak, Krisztó. Hogy bepukizott ez a üle. Mi a baj? Mi a baj? Hát, a Joker bácsi eszméleted, akkor lehúzod a nadrágját, pömpölőjétben megszopkodod, Carlito. Menjetek, menjetek, minden megkereszem és megyek. Rendben. Sanyi, kösz szépen a szubot, nagyon szépen kösz. Joker. Kapd be az old Joker bácsinak, hátamra megtalálod. Hát bekapja neki, ne pégy, az rácsíp egyből. Hát nem hallod, ez a fogyatékos, meg Lali, egy óra köszön keresztül ott ölagadták a szörnyegen az izét, a matchboxot. Hát bazd meg. Hát most mit csinálj? Lajos is amúgy kezd visszafele fejlődni, komolyan mondom. Hát ez sose indult meg egy, ez mindig visszafele indul. Várján, itt merre kell menni, Krisztófia? Balra. Ja, balra. Hát. Jézusom. Te büdös passzopó, látod ilyenek a mai itt piacon. Lassíts hetedbe kettőbe, azt akkor jobbra szépen. Kieriztem, oda néz, hogy beszíta. Júj, de romantikus. Anyádnak kéne félreállni, Dikú. Az már lehet pérős áddi. Hát félre állt amúgy. Szopja ki a passz. Úristen. Figyelj csak. Intézem bátyi, hogy itt van. Nyomjátok, pusztítsad el fele. Gyere, azt félreállok, te gyász. Na gyere, akkor a kurva anyádat. Kapjuk el, csóra. Gyerünk, darátja. Menjünk Randira, puci, te úgyis erősebb vagy, úristen. Jézus. Figyelj csak, meg se kocsia, semmi baj. Hát ezek lőni se tudnak, Dick. Ezek bénák. Öreg, hát cseréljük le a kocsit, hát menj itt balra be. Menj egyenesen majd itt balra. Itt te itt balra, itt van, hát igen, hát. Itt menj be majd jobbra, hát jobbra, itt be, jobbra, ide. Beálló, figyelj már ide! Hova mentek, hát? Ebben ránk lőttek! Szétlőtték az autót! Hol vagy te? Hogy jön? Darált ki a gecibe! Menjünk! Menjünk, felvezetnek minket!
Itt-e jobbra, Joker. De megtámadtak a kannibálok. Hallod, ez a csávó nem is dolgozik. Ki a Joker? Hát szerinted honból? Soha, de most ez nem. Senki hát jó, mert mi most az, hogy senki? Hülyének nézünk. Mikor kattogós, mi már megszólít. Szerintem azt hiszi, hogy hazudunk. Figyelj csak, dugulj el, légy szíves. Na, menjetek szépen, jó? Gyorsan. Ez szépen reparkolt a Hector. Jó, vagy ne hízelegjél. Jó? Fedezek, fedezek. De a fehér paszt nem látsz. Próbálok, de most próbálok rendes lenni, az se tetsz. Hát nem megy neked. Nagy tetszett, kedves előző. De most miért? Nagyon jó. Mert soha se bánzoltalak, jó? Ki lesz előtt be? Köszönöm. Szerintem az első napucim. Hoztam, hogy kényelmesen utazni. Aztán tudod? Csak ügyesen drukkolok! Majd megszagolhatod az ujjam, megígértem. Jó, szia! Szevasztok! De azt nem szólt, hogy az öreg is itt lesz. Ezt nézzétek, ez egy élő bolyó. Lehet a biztonságért. Én nem látom. Jó Isten áldjon meg, ezt a szörnyet akarod kurogatni? Az anyám basszam ki. Ezt figyelj meg öreg, egy kis szarral a cipődön. Menjünk befelé, itt egy bejegyzők. Azért, mert ráléptem a lábamra. Ott, látod? Nem, milyen szar? Hát szerintem kutya szar így elsőre nézésre. Na gyere, menjünk. Jó, menj, geci, ez az öreg. Azt mondja, ezt a szörnyet akarod kurogatni. Istenem. Gyere, Rózi, meglátok. Menjenek a hölgyek. Figyelj csak, pillecukor, fiam! Innen toki, Lali, innen toki! Jó estét, vágyva emberek! Az mi az a pintén? Üdvözlők a Steakhouse-ban neked! Tabesz PlayStation, fiam, Tabesz PlayStation! Hon vannak a szabad asztalok, tiszteletem? Az bundás kegyér, van-e sem anyu káposztába? Itt van a kollégám, aki oda vezeti az üveket a szalonkhoz. Nem, mondtam, hogy nem tudsz. Parányjanak utána, nem kérem szépen. Hadé, medek! Jó napot! Itt van ez a két asztal, nyugodtan itt lehetnek helyezkedni, jó? Remélem te volna szintén. Két asztal, ez önöké. Leülött akkor ide. Na gyere ide, kisjárnyom. Ide ülj a gyász, hogy jön ki. De egyes, Andi, van, üljetek le. Ülj csak ide mellé. Üljetek le. Ide lejöhetünk. Már ki van bontva a borni. Buro PlayStation, üljél eddig. Nagyon rövid ez a szoktya, ki fog lógni a pina. Hát nem is igaz. Figyelj már, mit szeretnél. Te mit akarsz enni, Lali bácsi? Figyelj csak, Krisztó. Egy tepetőkrémes kenyeret kérek. Virítsál már egy cigarettát. Van már a cigi? Van, hogy de lenne. Adj már egyet. Szépen, kívánok. Azok, de Lali, mondtam, hogy ülj mellé. Mit begyújtom, mert a gyújtaszt nem adom neked oda. Ecetes krokodil tojás van, tisztelette. Légy szíves legyen benne, de... Micsoda? Ecetes krokodil tojás, rántott medbetarkó van. Van-e? Nem tudom, uram, így észintetek. Lehet, hogy meg tudjuk próbálni, hogy legyen. Hát akkor mi a étlapon, mi szerepel? Nem tudok olvasni. Na, hősorlom. Igen? Na te is szíje egy. Na mondom, milyen italok vannak. Majd erősebbet kér, vagy az én? Én olyat kérek, ami lesz a kicsi az arcomat. Tövénye, tömény. Hogy a faszom? Majd leülök az öregnek, mindjárt tudom a szigit. Na jó, hát én azokat a kis üzéket, borocskákat kiadjon, mert ez gondolom magának a kérdezé. Az az úri cigányoknak való. Van egy jó kis vodkánk, viszkik, van. De nem akarok jobbni. Van nekünk Ferenc keserünk. Az nagyon jó lesz. Egy kérek-e Ferenc keserűt, egy négy centest. Alessza jó. Kicsit fönállok, mert kocsánat fordítom. Ferenc keserű lesz a viár, az első sorra. Jó, itt hagyd cengre. Mindjárt jövök, nyugodj meg csak. Akkor lesz, hogy... Ferenc keserű itt az öreg úrnak. Szóval mit szeretné enni? És kinek lesz még Ferenc keserű? Krisztó, piam, te mit iszol? De most inni kell, nem enni, basszam kell gyomrod. Nekem jó lesz a Dankóból egy 3 deci. Dankóból? Mindjárt hozom is. Dankóból, meg a Ferencről is egy. Én egy pohár feskőt. Az igen. Törlej, megfelel? Persze. Jó, ezt mindjárt hozom akkor. Ő fizeti a cekket. Pindul, pandur. Tényleg te fizeted? Életcukornak hívnak. Te hittál meg minket. Policukor, te fizeted? Én fizetek mindent. Hát én fizetek. Hát de ne hagyjad már magad nő léted. Ott van az a droid a bal mellett. Egy kicsit meg... De nem is Pindur Pandur vagyok, hanem életcukor. Megkerestél engem. Megkeresi a lóvét szerintem öre. Pincér! Lajos!
Pincér! Lajos! Igen, mert számít, hogy foglal az estére, hogy új nadrág van rajtad, igaz? Amúgy jó, kényelmesen bittélek. Mi az integetés vagyok? Nagyon jól nézel ki. Nem amúgy itt kényelmes, ebben a gatya is jobb is, hogy kimond most valamúgy. Először a perfújét meghoztam. Egy kis pesgő. Nagyon szépen köszönöm. Mai napra egy kicsit kiöltöztem, de hát látszik, napot. Hogy... Azt a kurva egyet. Leszakad a hátam ezen a szar székendig. Miből van ez a szék, hát? Kikérte még másik Ferenc keserűt, itt a zöld kabátos úr? Köszönöm. Én miért kaptam Ferenc keserűt, elnézést? Te pesgőt kaptál. Megkaptam egy Ferenc keserűt. Az csak Adid apának. Beszarok. Ugye csak egy kebertet meg egy aranypálcát még azért, tudod, egy deci sör beugrik, egy deci, de mindenbe be kell ugorjon egy kicsit, tudod? Ma még birítani kell, úgyhogy légy szíves, még azt tudnád hozni? Aranypálcát? Kérlek szépen a leturkája. Nekem jó a lőben, bro is. Ugye csak gyorsan ízni. Mi a kedvenc szám a mai nap? Nekem? 999 a kedvenc számom. Nem bírom odaadni a keserűt. Mindegy, hagyjad. Apu, te mit csinálsz? Te mit csinálsz a kurva anyádat? Ki a faszolnak kényszered magad? Basszak, ki a ráknak kényszered magad? Normális vagy? Hát, a büdös kurva anyádat, te mit pörekszel? Híjad a rendőrséget, a rák kérsz a gyomrodat? A gyomrodat? Te normális vagy? Kérjél bocsánatot! Kérjél bocsánatot! Öreg úr, mit csinál? Lesz. Te mit papázol? Ha? Mit csinál, uram? Mi között van hozzá? Te kefefejültem meg kusoljába, mert akarod csak belegálni. Tépj ki a szárnyát a csöbesnek! Takarodjál neki felé! Maradd el a csurkát! Megkérdeztem, hogy miért... Takarodjál neki felé, te mi vagy te itt? Takarodjál neki felé, kurva szárdat! Jó vagy kis jányom? Üljél a picsádon! Nem szeretem a női erőszakot, csak azt szeretem, amikor én ütök, más nem üthet soha. Jó, rendben van, de ülj le. Ez nagyon romantikus volt a puci, jó, hogy megvédni. Figyelj csak, tudjuk, hogy majd ezt meg tudsz jutalmazni hamarosan, nagy jó? Security vagyok. Jó. Öblögessé addig, fiam, öblögessé, mert szükség lesz ezekre a dolgokra. Makkolyta. Az úr és a hölgy mit kér? Esik? Hát én már mondtam, nekem jó lesz egy lőben, bro. Egy 3 centes Ferenc keserű, meg egy 3 deci Dankó. Jó, a hölgyek. Felrázva, nem keverve. Így van. Csak az urak felrázva, nem keverve iszák a dankódni. Sprite, vagy kóla, vagy bármi is. Jó, oké. Valami szénsavas. Persze. Jó, ebben a felsőben nagyon libegnek a cicijei. Ugye csak? Felkészült egy kis tunyacsápozásra? Jó, hogy libegnek a cicijei. Egyébként azok műcici? Tudja, csápozásra felkészültél, fiam? Figyelj már, Krisztus! Hát veled bár mire a puci! Tudod mi az igaz? Már megtanítottalak rá. Tojás megy a szemgödrödbe, az még terül az arcodod a pénz. Látod én nekem mit vagy te? Mi a kedvenc számod a mai nap a puci? Már egy picit, hogy gondolkodjak. 937. Köszönöm. Öreg, mi van veled? Szarnod kell? Nagyon mozogsz? Egy kicsit ér, mint a viszket a lyukam egy kicsit. Lehet dicsér az anyósom. Érted? Azért nem gondoltad volna, hogy az a meleg... mit lehet róla tudni a puci? Hogy most van gyermeked, vagy bármi? Hát, figyelj, megmondom őszintén, hogy ki tudja. Nem válaszolt helyet. Sose lehet tudni, hogy hány gyerek van a világban. Én ismerem. De ma este beugrik a passz a pinádba. Jóban ismered, de most velem törődj. Érted? Velem vagy vacsorázni, jó? De az mindig a puci, jó kell megszó találkozunk. Figyelj csak, hogy ne beszéltük volna mentét. Fogd vissza magadat, mert... Jó, olyan helyen vagyunk. Jó, viselkedjél. Én viselkedek. Jó, akkor mondd el, hogy került egy videó a számítógépeden. Egy olyan videó, ahol szétpostod a berendezést. Toljuk oda a széket. Hát az valószínűleg nem én voltam. Hát dehogy nem. A Joker mutatta neked, hogy az őrsöd ilyeneket csinálsz. Érted? Hát mondjuk együtt jöttünk. Hát nem tudom, de ismered őket, akkor szóljál neki. Nagyon rég nem használtam a laptopomat. Ugye csak ide hány éves is, nem hazudok neked, de... A Lajossal épp azt beszéltük, öreg, mielőtt nem jöttél, és ezzel rakni utfót. Igen, banálom. Szeretnék egy izét, egy HRM-et felépíteni. Mindenféle nemzetiségű asszonyok van. Érted? Érted? Ó,
értem. Jobbról, balról, szapatás, minden. Ez az álmom. Benne vagy? Te lehetsz az alapító tag. Rendben? Doki nő a másik. Hogy micsoda lehetett? Az alapító tag, fiam. Hát süket vagy. Hát nem csak. Olyan hangos néha a zene. Figyelj csak, hadd kérdezem már meg, hogy a bőrkeményed is a térdeden, az hogyé van? Ha? Hát az sapuci, szerintem a horis majdnem csinál. Nem hozták a mai napot. Hát dehogy nem, ott van a bőrkeményed. Vagy pedig nagyon sokat voltam nálad. Milyen volt a meló? Na, mi a helyzet, uram? Főnök. Tisztó. Meg jó, minden rendben volt. Jó volt. Hát ez Ferenc keserű jött nekem, köszönöm szépen, nem baj. Majd itt adok neked, semmi probléma. Jó, most már megiszom ezt. Szabad tudni a kuci, hogy hány éves van? Kéred a Ferenc keserűt? Én? Hogy hány éves vagyok? Igen. Persze. Igen. Romantikus, rég kaptam ilyet. Figyelj csak. Most pulicukor, én őszinte leszek veled, jó? Remélem. Igen. Most felszabadultak a gátlások. Grillcsirke pózba foglak szanaszéjjel vágni a mai estén, de nem kell tudnod, hogy hány éves vagyok. Érted? Hát gondoltam, ha már randizunk, akkor kicsit ismerkedünk. Ne, ne ismerkedj, jó? Azt meg úgy is tudod, hogy lesz. Figyelj sem. Én azt gondolom, hogy az idő az drága, és be kell fejezni ezt a nyaliskodást. Én egy társfogászit szeretnék kérni. A baszás, hús a húsba, az csoki, semmi mellé duma. Érted? Ez úr mit szeretnek élni? Hát én értem a pucin, én egyszer a feleséged akarok lenni. Na figyelj csak, először is ezt, ezt azért nagyon át kell gondolni. Apa komplexusa van ennek a lánynak. Egész miért gondolom azt? Nézd, lehet, már megint fel. Figyelj csak. Úr, mit kérje? Emlékszel, mikor benyomtam neked a múlt héten? Igazított az asztalnak a lábát meg görbe. Igen. Pönált vagy nem? Az asztal, az izé szépen. Hogy mit csinál? Hát hogy mit kérme itt az úriember? Pönált? Pönált a faszom vagy nem? Válaszolj a kérdésre. Hát két, igen. Nekem lehet, hogy illamrátszed, de abból is kell vagyok. A legjobb esgőjét kérünk. Hallod, figyelj, hallod, milyen irigyekott a másik a szemben? Jó, és enni? De hát majd én úgyis megtapasztalom, hogy a tiéd milyen. Mi se dátsz? Az enyém is elég. Nagyon jó egyébként, hogy szóval a... háremet szeretnél a putti. Így igaz, így igaz. Szeretnél benevezni ebbe a privát csoportba? Csináljanak, borzasztó. Ha? Hát igazából lehet izgalmas lenne. Hát hogy a passzomban ne lenne izgalmas? Nagyon falkazó, vagy nem értem, mit mondasz. Tehát két pohár pezsgőt kérek szépen mindenképp. A legjobb pezsgőt. Értettem. A legdrágább enni. Látod ott, figyelj csak, látod ott a szűzőleg asszonyt, ezt a dinoszaurus, látod ott a másik asztalnál? Hát Rózi, nem én magára bízom. Csak azért mondom, mert úgy éljél, hogy hamarosan úgy fogsz kinézni, mint az a szardarab a kosztüm. Érted? Én igenis jól nézek ki, hát jól nézni. Jó, bocsánat, de ez nem egy telefonbeszélgetés, nem kéne bepopázni, jó? Ez egy privát beszélgetés. Akkor egy kicsit vegyél már vissza a hangot. Hát, de még fiatal vagyok, még minden. Nézd meg a puti, a kicskó én is kapja. Nevedd meg az asszony, basszál ennek egyet. Ez már szemtelen. Uram, és maga mit kérdezik? Hát védjél már meg, légy szíves, hát hogy beszél? Küldjél már neki egy izé popót. Meg neked tiszteletet. Jó, így de van, akkor innentől kezdve meg kell védened, édes, jó? Támogatom, hogy Lagzi fog rajtad állítani, mint a villanyórán. Figyelj csak, bundás kegyér savanyúkál posztálva, bampia. És köszönöm neked. Bundás kenyér is van. Egy gyúbú saláták. Tehát de minket sose fognak kiszolgálni egyébként. Na akkor a gyolt pirítsál már, jó? Légy szíves. Jó, jó. Mi szomjan halunk. Lassú a kiszolgálás. És a kuci milyen kocsiba csinálnád velem legszívesebben? Milyen kocsiba? De szerintem ez nem az étteremre tartozik, pillecukor. Akarsz egy kicsit cigizni itt a pizzamban? Hát de ne hallgatózom már, Rózi néni. Rábuksz egy elesre, piam? Hát de hogy, hogyha itt... Megköpködöd, amit bele? Anya Léci, ne szólj már bele. Figyelj csak, Lajos! Lajos! Igen? Szia, Lali! Itt vagy? Szia! Igen! Szólj már anyádra, mert ezek a picsája péltékeny! Szia, öreg! Szia! Szia, Lajos! Hogy mit kiabál? Jó, hogy ott a csinám, Póni! Hogy kell integetni, Pasi? Hallod, Lajos! Bocsánat! Miért piszkálod a barátomat? Mi lehet a neve neki? És akkor mi van, akkor edjél csöndbe? Ne bátszol a barátomat, jó? Amúgy nem rosszból mondom, öreg, de a csungőcsisinek annyi esze lehetett volna, hogy nem pizsamába jön el. Figyelj csak!
Én egy robot vagyok, a jövőből érkeztem. Mi szépen beszél a barátnőmből. Ez az igazság. És nincsen családod. Az egy gyereket ott, akinek kilóg a gyomra? Ó, értem. Szexrobot vagyok. Az a szép. Szeretem a helyzet. A harcosok tűzel magát, csak közt ez az egyik indok, hogy szeretlek. A sok közül. Beszerettem edvővel, mi a állásba. A fiatalul mit kérdezni? Igen, a Krisztofelben. Ki ez a gyerek? Hát igaz, szia, Lajos! Vagy, férfi vagy, meg minden. Nagy bunda van Lajos, rajta szia! Igen. Szia, Lajos! Bocsánat, oda megyek a Lajoshoz egy pillanatra, jó? Várjál meg itt, mert... De hát akkor kértem egy... Mit kértem? Egy fokhagymás balaton szeretem, Lajos. Meg egy szalonnás orbitrágót kérek desszertnek. Szalonnás? Kérlek. Orbitrágót. Pillanat csak. Várjál, kiengedlek, Lali, ide. Köszi. Arribász bácsi, köszönöm. Én szeretnék majd egy tál tojásos nokedlit. Ecetes uborka salátával. Köszönöm. Figyelj csak. Büdös lesz az ház. Igen. Szeretnék tőled pár dolgot kérdezni. Először is észrevetted, hogy az édesanyád az fogdossa a passzát annak a csövesnek az asztal alatt? Komolyan? Igen, ott fokizik neki. Oda kéne menni rendben. Azért volt ilyen húgyszag. És akkor még megnyálaszta a tenyerit, tudod? A rohadt köpőlégy. Ez egy köpőlégy. De hogy ezt ne hagyjad, már megszégyenít tégedet, érted itt a nyílt helyszínen. Basszál ennek egy kurva nagyot. A másik a doktornőnek telefonszámát, nem tudod? Fel kéne hívni, hogy jöjjön ide. Péltékenyét legyen most. Igen. Jó. Jó, az anyádat hát, meg tedd rendben, mert kurválkodik az a rohadt csüngő. Rendben, oké. Okay. Konyha malac. Jó? Légy szíves. Jó, hívjam ide a dokinét? Legyél szíves, igen. Oké. Okay. De úgy, mintha te hinnád, hogy a Hector most rendebuzik egy másik nővel, meg ilyeneket mondjál neki, oké? Okay? Mondjam, hogy jó, oké. Okay. Köszönöm. Szia. Szia. Meg szerintem majd én tudom, hogy mennyit fogok inni. Hát csak nem szokom a bort. Szia, Carlitopia. Vigyázz inkább Hectorra. Sivatagi kagyló szeretnék. Ha sokat iszik, az utána jó megfelelik azok melyikek. De hogy sose bántana engem Heki bácsi. Figyelj csak, kis járnyom. Engem is szokott verni. Igen. Na, vagy kérdezzek, ahogy van rajtad, bugykos. Esetleg a hölgy még mit szeretne kérni. Ha? Nem értettelek, mert nagyon kiabál Rózi néni. Mondom, van rajtad bugyi? A jó Isten áldozat. Miért? Mert mondtam a kocsiban is, jó, hogy miattad nem vettem fel. Mutasd meg a mesztelen csigát, legyen szíves, villasd meg a hajtóművet. Most itt tudod, hát izé diszkréten. Hát most itt mindenki előtt nem fogom. Hát most egy kicsit terpeszél már. Totál, nem volt. Hát de mit fogsz mondani itt az előttem ülőkát? Igen? Azt mondta a doktornő, hogy most nagyon fontos dolga van, nem tud eljönni. Jó, akkor... Kínán Póni, nagyon rossz vagy, hogy ide akartad hívni a doktor néni. Nem, ez nem az a doktor néni, te. Ne, beteg szegény. Az én doktor néni, persze. Izéje van, neki bokas ügyedése van, össze van szakadva a mellje. Majd lesz gerincsérülése. Van Carlitom. Vagy szeretne? Anyukám tudunk beszélni. Srácok, felkiált ilyen ember a cseten akcióban. Ó, ember, ötel is esetén hát ilyen kóló. Hát én hogy ez a doktornővel van együtt a Hector. Jó napot, uram, elnézést! Szóval nem tudom a pillanatokra, hogy kerül a képbe. Én nem tudom, hogy van ez, de ott két pirpi csókolózik a hátsó padban, és ez nagyon zavar engem. Mit csinálnak? Két pirpi csókolózik. Egy pillanat, jó? Jó, rendben. És ez megmondom őszintén, nagyon zavar engem. Aki ült mellette. Kik azok? Én ilyet nem csinálom. Hát most ott a fekete trikós, mondta. Az a sapkás, meg az a barmer trikós pirpit csókolóztak az előbb. Azért kérhetnék ennyi diszkréciót? A gyerek itt megnézi, hogy két buz is márról? Na milyen világot élünk? Persze. Köszönöm. Köszönöm. Eljöttem rám. Gyere csak, kis járnyó, hülyél a picsádra. Inkább Hectorra kéne figyelni. Ha megnézzük a tengert. Okay. Figyelj csak. Csak kicsi idő tengert nézegetni. De kisfiam, miért mindig neki hiszel, mikor én vagyok az anyád? De ott ketten lehettünk volna. Hát milyen baszás közben hanyan vagyunk? Volt egy kis... csókolózás. De ott csinálni. Már egy pillanat, bocsánat. Kivel csókolóztam? Jó, akkor elhiszem, anya. Farmen a drágos. Hol a kaja? Mennyi idő, mire készül? Már nagyon jó is vagyok. Szerintem már hozzá. A Lalival? Csókolóztam a Lalival? Vagy még beszélgessünk? Nem. Lalival a Csillan Póniba? Figyelj csak, Lajos! Te Lajos vagy? Egyel a bácsival csókolóztam. Te miért csókolózol itt a Carlitomban?
Innen nem csókolóztam. Most mondta a fiatalember, hogy csókolóztam. Nem, én csókolóztam a bácsival. Kárlító, mutasd meg a bácsinak a hajtóművet. Hajtóművet meg tudod mutatni? Mindjárt megütöm. Rózi, figyelj már. Van neki kisebbek is. Most ezt nem értem, én nem így csókolóztam a Lalival. Biztos forrásból. Jó, jó, öreg. Kelly! Everything a dálcsú. Kelly! Milyen előszobás? Ja, honnak haja? Honnak haja? Milyen előszobás? Ez olyan, mint a Dirty Dancing. Hogy van a zenéje? Az igen. Jaj. Köszi, öreg. Még egyszer. Rakd már be a Dirty Dancing zenéjét, ha a Magnóban. Próbáljuk már, nem. De mert mit legyezel itt, te üle? Te mit legyezel? Lassan nem bírom ezt a szagot, amit... Akkor ott a kiárat, ki lehet menni. Jöttem éppen ide, nem hányni. Krisztó, gyere már. Na, bocsánat. Gyerünk ott az ajtó, ahol begyőtt. Ez már az előbb is beszólt nekünk. Krisztó bácsi, azt mondta ez a fehér pólót, hogy büdös. Tudom, a számlát írják hozzájuk, jó? Ez az. Ó, ne cuki. Mit akarsz az én számlámba írjuk el? Ide gyere már. Ide gyere már. De törkálnál járjuk az öreg. Ez igen, baszd. Ez olyan... Vigyázzál magadra, te mert a Krisztó felszű szétver. Gondolkozhatnál, nézzem meg, hogy néz ki az asszony a dembe. Nem. Törünk a gyárt. De esetetben nem azt én nekem. Erre kell menni? Ki ez a sárc? Biztos nagyon szép a tenger. Hát annál már csak a picsa szem. Ez igaz. Kisjányom. Szeretnéd, bepucsítok nekem. Hát figyelj, én megmondom őszintén, nem múzeumban jöttem. Érted, hogy nézelődjek. Torkozás hát... kell, kisjány. Torkozás! Torkozás! De az nem jó, ha engem nézhet. Figyelj csak, gyere ide, aztán rángasd meg a kolbászt. Ne nézelődjünk. Érted? Ki akar nézelődni már ennyit? Törrrrrkozás! Tudom, hogy szereted, hogyha játszok veled, de most sokan vannak és látnak. De és akkor mi van? Tehát szégyelsz, vagy mi? Nem szégyellek, apuci. Hát akkor meg... Csak nem akarlak mutogatni, mert az enyém van. Jó, van, figyelj csak, ez nem így működik. Ez az emberiségnek egy ajándék. Nem szabad önzőnek lenni. Mondjuk igaz, mert nagyon jó tested van. Laci, kösz szépen az 1 dollárt, Attila a 100-at, Gyula a 100-at, én szépen kösz, Nikolász. Ó, de szép. Figyelj csak, egy dolog zabar, megmondom neked, pulicukor. Kicsit olyan rinocérosz fejed van. Nem is igaz. Figyelj. Nem lehet minden tökéletes, rinocérosz fejedben, bazd meg. De a cickó meg a popim jó. Hát jó, van, figyelj, azért mondom. Kicsit fejed rinocérosz. Na, igen? Úristen, milyen szép. Ugye, hogy milyen szép. Vagyok én. A pólóm az szép. Nézd meg, milyen pólóm van. És neked vettem föl. Érted? Látom, nagyon csini van. Téli fagyit nem kérsz? Téli fagyit. Igen. Az milyen? Ja... Tudod, passzomat belenyomom a hóba. Igen. Tudod. Hát most mi van? Gondoltam a puci. Tiha, miért össze szeszett velem? Figyelj csak! Igen. Most minek jöttünk ide bámulni ezt a kurva nagy vizet? Mert hogy megnéz engem. Figyelj! Én ide leül... Gyere csak, üljünk le a padra, fiam. Megmutatom, hogy megy ez. Jó? Foglaljál helyet itt a padon. Ezt neked foglaltam ezt a helyet. Üljél le, jányom. Hát nem fordítva ki. Figyelj csak. Ide mellém leülsz. Azt ráborulsz a nyelesre, jó? De csak figyelj. Csak finoman, mert én nem szeretem a durvulást. És sose vagyok durva. Vagy te úgy szereted, apuci? Figyelj csak. Én azt szeretem, először is, azt szeretném, hogy kinyald a izét, a köldökömet, mint a zsíros vajlingot. Benne vagy? Hát, arra gerjednek. Érted? Kiszopod a köldökömet. Na, van egy jobb ötletem. Igen?
Igen? Melyik az? Hát mindjárt meglátod, ha elmondom, akkor nem lesz meglepetés. Hát baszak, én már annyit nézek, hogy elfáradok. Hogy nem szeret... Hogy micsoda? Na, mondjad, mit nem szeretek? Hát, hogy mondom, mindjárt kapsz meglepetést. Na végre már. Az igen. Aztán milyen vastagodsz arról? Körülbelül. Hát nem nagyot szoktam. Két úgynyi? Lehet három? Hát nem tudom, a puci sosem értelme. De engem ez érdekel, tudod? Hát akkor következőleg lemérem neked. Jó, köszönöm. Nem tudtam, hogy ilyen extra kívánságaid van. Figyelj csak, én nagy kanállal palom az életet. És ezért nézem mindig messziről a székletet. Isten, engem nézeges, ne a kakit. Figyelj csak! Elnézést, az... Jézus úristen! Micsoda? Úristen, belehabzsolok ezekbe a csöcsökbe. Veresnek itt a konyik. Jó, azért egy dologot azért szeretnék itt előjáróba bocsátani. Igen. Hogy nem lehet köztünk semmi, csak a baszás. Jó? De miért nem, apuci? Azt hittem, hogy a háremed része leszek, az ennyi feleséged. Hát azért ne túlozzunk. Néha belegugolsz, az soki. Jó? Kinek de gonosz vagy, apuci. De persze a doktornéni a feleséged lehet. Miről beszélsz te? Az sem, semmi közöm hozzá, ahhoz se. Ha? Nem örülnél, ha ilyen cickókkal a feleséged lenni? Figyelj csak. Nem. Miért? Azért bazd meg, mert érted, mondom, hogy kupircolni lehet, kupircolás mehet, és utána mindenki jobbra-balra. Érted? Nem fogom hát elkötelezni magam ilyen fiatalon, előttem áll az élet. Érted? Hát de én is fiatal vagyok, és én veled tarthatok az életben, és akkor több szex lenne. Figyeld, alád berem a 70-es szemed, kigúvad. Beszarsz, behúgyozol. Dehogy a kuci. Dehogy nem. Olyan helyes pasi vagy. Hát ebben tisztában vagyok. Mutassak egy-két pozitúrát neked? Tiszta helyes pasi vagy. Csak attól félek, hogy pönizgulsz. Ezt figyeld. Aha, aha. Itt van hogy a heki. Igen. Most a paszt. Oda beri. Úristen, gyere és nyomd meg a tojást. Oda csípőmozgás. Eldurranthatod most a folyást. Mi van veled? Úristen, frankó, ott van a kolbász, még él a frankó. Puli cukor, nyald meg a pélót. Jó volt? Figyeld ezt, hopp. Aha. Jó, jó, Isten. Gyere, te malac, te disznó, te! Úristen, tégy magadévá, te kurva. Érted? Így kell. Hopp, ezt figyel. Oda dörgölöm a lyukamat a combothoz, szarcsik meg ott pityeg. Figyelj csak, én ezért mondom, hogy itt azért már vannak tapasztalások, piam. Érted? Jó, figyelj ide! Puli cukor. Igen, apuci. Olyan éhes vagyok, a belem kiukat. Takarodjunk visszafele. Jó? Egyél meg engem. Na figyelj! Te most már kezdesz messzire menni, neked nagyon kőn a passz. Úgy látom, igaz-e? Na gyere ide, kisjányom. Hadd nézem meg a tarkódat. Figyelj csak, te zuzapörköltetettél? Hát nem a puci, téged ettelek. Hát a zuzapörkölt tíze van a papádnak. Hát téged ettelek. Na takarodjunk visszafele, gyere, jó? És akkor majd folytassuk. Jó. Ebéd után, tele has, dagad a fasz. Oké? Okay? Na gyere, kisjányom. Ez NPC? Várj meg, apuci! Na gyere, gyere, gyere! Jó, várj meg! Hát hova mi? Hát nem erre kön menni? Ez mit csinál hát ez a köcsög? Szerintem nem. Jó, verj rá egyet! Na gyerünk, verj rá egyet! Hallod? Mutasd meg, hogy mi van veled! Úristen! Az szép volt. Assza kurva. Elájult a bácsi. Jó tette. Gyere, itt kell bemenni, nem?
De szerintem nem itt kell. Hát akkor hol? Nem akarsz megölni? Figyelj csak, a faszom, mi batja valami Jézus szobor, hogy ölelgesselek állandóan, mint egy apáca? Hát szeretem az érintésedet. Jó van, figyelj! Kicsit kevesebb nyálat, jó? Én azt mondom. Na, nesze. De aztán most már... nagyon cuki. Tényleg úgy érzem magam, mint egy apáca, aki ezért beszületet ölelget. De ölelget. Hozom az ajándékodat, mert úgy készültem neked, csak várj meg így. Mert ma van a szülinapom, jó? Itt várok. Mindjárt jövök. Pillanat az ajtó mögött. Jó van, haladjál már. Pansz meg. Passzom tele van, bassz nem lehet itt. Hihetetlen. Megyünk innen. Az a jobb kéz lesz. Meglepetés, öreg. Itt az ajándékod. Jó napot kívánok. Szevaszta, véngeci. Ajándék. Milyen ajándék, öreg? Maguk kicsodák. Hogy kicsodák vagyunk, öreg. Jó napot, én nem ismerem magukat. A nevem Klektor. Figyelj már, felelítsd egy kicsit az emlékezetedet. Na, figyelj. Itt van a níve, a testápoló. Jó van, te figyelj csak, jobb kéz. Most minek papáltam a cíde születésnap ünnepségemet? Ha? Ma van a szülinapom. Szarú gyerek, gyere csak felünk egy kicsit. Segítek neked, mert úgy hallom elén és szarban vagy mostanában, és szerintem tudok neked mutatni valami izgalmasat, ami téged kurvára fog ám érdekelni. Mit? Pénz? Hát majd meglátod. Na, gyere, 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 öreg. Na, putólépés, haladjunk. Milyen putólépés? Nézzél már rám, belém arcú. Nem látod? Vazog jobb kéz, most túl az oldalam. Olyan messze parkoltál. Hát figyelj, nem veszel nekem egy jégkrémet? Vegyél már egy jégkrémet. Miért szokni akarsz, hogy mi van veled? Meghagyom anyádnak, az úgyis szereti. Na. Bármikor ezt összevítök pelletet, megmondom. Úgy hallom, a te anyád nagyon szereti. Gyertek, üssünk össze. Múltkor is ezt mondta, aztán ott feküdti a bolt mögött, szép basztok. Azt tényleg úgy volt, emlékszem rá. Hagytam magam. Alvásfekvés volt. Köbösek. Miről beszéltek? Hagytam magam. Ezzel a szarral jársz mostanában? Mindig. Gondolom, öreg, nem tűnt fel neked semmi, ugye? Mi? Nem tűnt fel semmi, öreg? Öreg. Mikor? Hát így most, jelen pillanatban. Nincs valami hiányérzeted? Hát... nem mondanám. Na? Eddig sem volt semmi, most sincs. Hát az igaz, mondjuk. Eddig is egy nincsen nem volt, ami most is az vagy. Na látod. Hát. Nem tudom, öreg, gondolkozz egy kicsit. Hm? Az meg nem. Mostanában hallom, nem áll túl jól a szénád. Ez a minusz 10 IQ-s nagy melli csajos, jöttek össze a dolgok. Miről beszélsz, szopott, mint a pedig... izé? Aha. Mint a torkos borz. Tudok mindenről, öreg, figyelj, de nem. Figyelj csak, szopatom baszok egész nap. Rúgdosom le a nőket a motorháztetőről. Ez igaz. Melyik motorháztetőről? Az összesről. Hát de melyik? Melyikről? Mindegyikről, érted? Döglenek utána, meg előttem is. Könyörögnek a paszé. De most hát az én szexuális életem... éces vagy, bazd meg. Utánad maximum azért döglenek a nők. Most miért mondasz ilyeneket, jobb kéz? Ilyen viszonyba váltunk el? Nem tudom, mennyire emlékszem, ilyen viszonyba váltunk el, öreg, de... még nem emlékszem. Kurva sokkal lóksz nekem, így és van, tartozok hallom, neked. Mert megmentetted az életemet, ez igaz. Az nem csak akkor, mindig megmentem az életedet. Megcsípte a kóra a faszomat, te meg kiszítod a mérget. És ezért örök kihálás leszek neked, jobb kéz. Nagyon hálás vagyok neked. Köszönöm. Ha? Nem erre gondoltál? Na, figyelj ide, öreg. Kicsit nyisd ki a szemedet. Mutattak neked valami érdekeset, jó? Igen. Látod ezt a parkolóházat? Kicsit nézzél már be oda, balra, jó? Látod, mi van ott? Hát az... mi az ott? Már ilyen picit, de nincs rajtam a szemüvegdig. Nincs rajtam a szemüveged? Elmondom, hogy mit látok. De ha, vagy nincs rajtam a telefon, mi? A modern technikát még mindig kerülöd. Mint a tiszta vizet, ugye? Igen. Az a kárlító?
A mega, mega. Lajos? Mega Lajos, mega. Azt nem látom a megát. Hát meg szerintem az ott a te ladád, nem? Ja, azt látom. Nem hiányzik, hol a lada? Debi, nagyon szépen kösz a 6400 csillagot! Nagyon szépen kösz. Mi öreg? Micsoda, bocsánat. Hát ladád nem hiányzott, nem tűnt fel, hogy nem volt. Hát tudod, ezek jönnek, mennek hát is akkor... ezek a dolgok. Nem, te vagy a leokosabb kés. Legédesebb kés a fiúban, leokosabb csávó itt az autóban. Úgyhogy akkor felvázolom neked, mi zajlik itt, öreg. Igen? Lajoska éppen most készül eladni annak az autónöppernek, annak a cápának a kocsidat. Jó, oda vehetnék egy pillanatra? És ha jól tudom, még nem, még nem, nyugi, majd a megfelelő pillanatban. És ha jól tudom, némi kis kölcsönt is fel akar venni. Természetesen a te kontódra, öreg. Ugye csak jobb kéz. Adok pénzt, öljétek meg. És ha jól tudom, $100 akarja eladni azt a lerúgott kotlát. Milyen kotlát, te köcsön? Nem, 100 000-ért. Az egy nagyon jó kocsi. Aha. Annyi vagyon adom meg a nézi. Nagyon szépen 6400-at. Arról is tudok. Kösz szépen. Mert egy kalapáccsal azon is segítünk. Micsoda? Mit? Ennyi vagyonod van meg az aranyfogad. De kalapáccsal azon is tudunk segíteni. Nincs is aranyfogam, te. Ne hazudjál, öreg. Te hülye vagy, hát ha lenne, már rég kivettem volt. Nagyon szépen kösz, Debi. Kösz szépen Pacsi Rikónak. A Barnabás kösz a 45. Na mit szólsz ehhez, öreg? Kis Lali barátod megint jó ne szarba kevert téged. És megint kihúz ki na az ki? Öreg jobb kéz. De milyen? Mi vagy te pogorvos, hogyha pálya, akkor kihúzod? Na hát nem. Ebben különbözik a fogorvos és én nem húzom ki a fáj. Figyelj csak! Figyelek. És akkor hogyan tudnál most itt ebben a pillanatban közbelépni? Hát, oda gurulunk és megbeszéled velük a gyerünk. Dolgokat, mit szólsz hozzá. Szóval akkor most akkor hogy leszünk Aját, akkor így? Biztos jó ötlet? Hát biztos, hogy jó ötlet? Szerint? Hát figyelj, szerintem az öreg az nem fog tudni róla. De én nem szeretném jó napot kívánok, tiszteletem uraim. Tisztelet az uraknak, jó napot kívánok. Mi folyik itt pölnököm? Szia. A köldököm. Szia. Hát te öreg fogok, mi járatba? Figyelj csak, elmondok neked valamit, Lajosom. Titkos ügynök. Én szólni akartam. Érted? Titkos ügynök. Bizony. És lehallgató készülékek és gyomkövetésre rendelkező. Tulajdonképpen titkos ügynök gépjárművet tulajdonítottál el a mai napon. És akkor ez rádob az értékére szerinted? Figyelj csak, álljál a palhoz, szeretném most. Öreg, gyere. Jó. Pillanat csak öreg, itt. Figyelj, ne, öreg, gyere. Igen, gyere, igen. Gyere, beszélgessünk itt négy szó. Most akkor mi lesz itt a biznisz a bizniszed lesz, miatt. Persze. Te hína, te. Igen? Figyelj, öreg. Ez így nem baj, nagy azért a videóvény, azért úgyis a mai világban már. Ezt a részét is megoldom a dolgoknak, mit szólsz hozzá. Mennyit tudnak kölcsön, ígérem, nem fog a Lalinak túl nagy baj esni. Hát kölcsön adni, egy 100 000-ért beszéltünk, kicsit. De azért kell nekem egy jó, olyan... Jó, figyelj, benne vagyok, mert van, ott hogy a kölcsön, tudjam, hogy ez a figyelj csak. Figyelj csak ezt a beszélgetést. Miről van szó? Bocsánat, elnézést pőnök. Milyen kölcsön? Ez nem jó ötlet, Lali. Hát mondom magának, uram, itt az urak ugye igen. El akarják adni itt a ladát, illetve kölcsönt szeretnének tőlem felvenni. Aha. Ezért mondtam neki, hogy kéne nekem egy kezes, akire biztos, hogy hivatkozni figyelj bírok. Figyelj csak, én egy lábas tudok hozni, hogy az oké. Okay. Kezes az nincs, de lábas van. Lajos, takarodja innen a kurva anyjádba, most azonnal pusztulja minden. Megmondtam. Most azonnal mensz innen. Ne bánts öreg, légy szint, csak ne bánts ki. Ne add, a rács meg ezt pusztuljál el innen! Oh. Öreg, csöves. Öreg. Jó Isten. Igen? De erre nem vállalkoztam. Öreg. Mi a baj? Hogy ezt majd én intézem. Jó, ez véletlen volt. Baszik, elszabadultak, hogy ezért bobdenek elszakadtak. Az indulatosak. Jó, féltem az öreg ember, ez itt a helyzet. Ő honnan jött ide, vagy honnan ismerteket egyébként? Hát a bácit? Hát igazából... A báci, hát na, ki ez az idős úri ember? Meséljétek. Ki ez Kárlito? Vé az autó, és ti akarjátok eladni hát, ezt az autót ne, nekem? Most akkor ne, ez hogy nem, meg? Nekem azt mondta Lali, hogy csak menjek vele kocikázni. Én nem tudom, hogy most itt mi folyik. De én most hallottam, hogy, hát hogy te már hetek ad ott... neki pénz, kölcsön, de viszont a kéri a bácinak a kociát. De hát a bácinak nem fog örülni. Igaz, báci? Így van, Kárlito. Én ezt értem, az a baj, hogy már itt hetek óta itt a fiatal úri ember, itt hetek óta már bizniszelek, meg üzletelek vele. Van nálam egy adásvételi.
Lajos, hát, üzengetek vele, megegyeztünk, hogy az autót ugye izéli, tehát eladja nekem, kölcsönt felviszi, egy felveszi tőlem, tehát hogy ez így nem pálya nekem sem. Lajos! Öreg! Nézd ide, Jogi, ez kezemre! Tedd el azt a tézen, tedd el azt a tézen szépen! Lajos, ismerem tudja, ezt a csávót, öreg, ez lopott autókkal, mindennel bizniszen, szóval ezt már nagyon szép pontosan tudták, kihez fordulnak, meg miért. De amúgy öreg, a Kárlita az hazudott. Miért tudod, nem igaz, én nem tudtam. Jött velem végig. Az igaz, hogy jöttem veled, de én nem tudtam, hogy mit csinálsz. Hát dehogy nem, hát a Kárlita is 80%-ban benne volt. És a többi 20-an mi volt? Hát bizonytalan volt. Az egyik bokája, bokától lepele nem volt benne, de többi igen? Igen, mert az egyik lába hosszabb, mint a másik, az a 20%. Ez igaz, Kárlita? Benne. Ezért ma nem fogok nálad aludni, és nem játszolsz majd a PlayStation-ömmel. De aludj már. Ez nem így, nem altok ott, mert most becsaptál. A két lángjel. A kis autót azért ide adott. Nem, azt itt haza fogom vinni. Hát akkor minek mondtál igent, hogy gyere csak Lajos, neked nagyon nagy sajtos tejfölös készül. Neked hatalmas te olyan lesz, mert engem mindig. Figyelj csak, úgy basztok popánod, hogy becsönget, ahol még csak az alapotásság. Nem elég, elég hogy anya, nem elég, hogy anya, de most már te is kap be a fasz. Így van, kap be a fasz, kap a kogu geci. Jó, ki fogok beled babaszni a Kárlító, Lajos, szerintem te tudtos a Legóval a seggét is. Jó, Kárlító, kitüntetlek téged. Most sem tudok jól ráfogsz labaszni. Ki vagy tüntetve? Micsoda? Most ebben a pillanatban átvetted a Lajos címeres viselkedéseit. De mi? Te ki vagy tagadva? Ki vagy tagadva? Én el akartam mondani, hogy ez folyik, most tudtam én gondoltam, hogy te el akartad mondani. Dehogy nem, el akartad. Látom a szemébe. Hát ott te ötleted volt. Látom, hogy a Kárlítóra van. Te ötleted volt, hogy mi lenne, ha elhoztál a kocsit. Gyors vezet két cigitnek öreg. Jó, de én pénzt akartam, de nem így, csak egy picit gondolt, de nem arra, hogy meglopjuk a bácit. Én de azt csak pénzt csináljuk. Figyelj csak ide, büdös kurva anyáda! Mocskos geci! De nem ugye? Az, nem megmondtam, hogy kurva anyád! Megmondtam! Megmondtad, igen. Figyeljetek ide, passzapok! Állod a szarom, hogy jön felneveltelen bennetek, ott a szégyviselkedtek. Kárlító, hányszor, mikor elmenekültén, hányszor segítettem, mikor bántott a sok csöves buzi? Én azt mondtam, a Lali bácsi, hogy csináljon pénzt! Ebből probléma lesz. Most passzolni fogtok. És én azt mondtam neki, hogy pénzt csináljuk. Hazudik a Kárlító is. Nem azt, hogy dobjuk el az autódat, és hogy már eladni. Te meg mit szólsz bele mindig, hogy hülye gyerek? Ne, Kárlító. Ne bázd ezt a Slenderman-t. Vagy szépen beszélsz. Vagy el fogom menni az összes zsírcsétádat. Na, álljál sarokba szépen. Ó, a zsírkeit, hát azt tedd el, he. De... Nem igaz már, de ne az zsírkrétát! Jó, oké, de akkor a pirosat hagyd majd ott meg a zöldet. Az összeset. Hé, a fiúnak a zsírkrétájához nem nyúlsz. Figyeljetek csak ide, passzok. Na, jó, te itt elfoglalom a zsírkrétámat, ez a hülye báci. Nem vagy azban a helyzetben, hogy te itt parancsolgassál. Balázs, kösz szépen az ötletet, szépen kösz a támogatást, srácok. Húva anyádat. Jó, van már elég, hogy ezért is. Srácok, nem lehet szubolni egyébként tényleg? El akarja venni, Lali, ez is miattad van. Mindjárt olyan bufot le fogok vágni. Te ötleted is volt. De én nem azt mondtam, hogy a bácinak lopjuk el a kocsiját, ne ülje. Te mondtad, hát neked jutott eszedbe. Ja de, van aki szubolja. Idióta vad, olyan hülye vad. Én mondtam meg, de neked volt az ötleted. Miért ott megütte hülye? Miért ütöget? Fejezzétek be. Befelé nem alszok ma nálad, a kurva anyádat! Kárlító! De most miért kell beüljek ebbe az a... Nem ülök be! De hogy nem, most üljél befele! Üljél befele! Nézhet, Kárlító! Üljél befele! De én nem voltam báci! Üljél befele! Én csak neked akartam pénzt csinálni! Kárlító, hogyha Spongyabobot nézzük, akkor ott alszol! Öreg! Igen? Elnézést, uram! Megint lógsz nekem, megint kiúszolok a szarból, megint megmentettek a fasságtól! Jó, figyelj, Lajos, kifizet!
Figyeljen már uram, most igen? Akkor ez hogy van, mert itt én nagyon el voltam kötelezve, hogy hetek óta beszéltem itt a Lajossal, mint kiderült, mert eddig álnéven jelent meg nekem. Szóval most akkor így akkor semleges gondolom, mert magája az autó. Figyelj, de $1 millió már miheti is. Most ilyen hát az a baj, itt a 100 000-re megtárgyaltuk a 100 000-et, és így nem. Figyelj, hát mondom magának, ők ennyit mondtak nekem. 100 000-ért tudod, mit adok? Egy batyupassz. Hát meghallgatom. Batyupassz. Hát mondjuk az is egy jó biznisz lehet, de nem nekem. Jó, köszönöm a viszontlátás. A viszontlátásra, viszlát. Tegnap voltam a várodnál. Igen, ezt mindenképp itt írd le, hogy téged bántottak, Janika. Köszönöm, sajnálom, hogy ez történt veled. De zárás előtt 10 percen, az hajnal 4? Vagy mikor? Álljál meg! Figyelj csak ide! Ne menj is ahova, elvárom! Húztultok a rákba! Most nem tudom, kik ezek. Szóval nem látni a szobot, srácok? Csak azt tud szobolni szerintem, aki már szobolt. Ez jó sikerült. Hát mi a faszom van itt a Facebookkal már megint? Figyelj csak ide! Állj meg! Csak el a rákba! Állj meg, kurva gyorsan! Csak joggetszik vagy tőle. Fejezd be, tedd el a fegyvert. Szállj be az autóba, most az oda szállj be. Elnézést! Szálljál be fele! Csak joggetszik vagy tőle. Kurva gyorsan szállj be az autóba. Jó, mert dugulj már egy diktafon, elmondtad egyszer. Mit kell rőszakoskodni nektek állandóan? Ha? Mert szólasz? Bajszos geci. Ha? Ne magyarázzál már, vén puzi! Figyelj már ide, meg a fasz a menekül! Ki a gecsi? Menekülsz! Zsákot húzok a feledre. Te tudod, mire húzza a zsákot? Ha? Paszodra. Hát gyertek. Arra nem kell, mert arra húz zsákot húzni, kiütni a szemedet. Milyen szememet te csöves, te paplan szemű? Miről szédisz? Azzal mit a 2 centis rombolóval? Ülj már le hátadra. Na várjál csak te, mindjárt megbeszéljük. Na most rábaszol őr. Na gyere, szálljál csak kifele. Most véged van. Mi van, passzokó? Emlékszel rám, te paplan szemű. Hagyd nézzelek? Mi? Most várjál már, hagyd keressük a mappák között. Én vagyok az a kárító apja, te figyelj már ide. Beszélnünk kell itt. Hát igen? Kinek képzeled te itt magadat? Men! Hát itt szóbeszédek, kiártálnak meg minden, jön a fülembe az információt, te így beszélgetsz, meg úgy beszélgetsz a fiammal. Figyelj csak konkrétan, ide, az anyádat megbaszol. Konkrétan, a faszba, meg ilyenek. Érted? Na, okosan beszéljél. Mi gyere, hárman vagyunk. Azt mi van akkor? Hárman is jöhettek egyesével. Na szépen beszélj, indián. Miről szédűsz? Maradjál sombe, légy szíves. Figyelj csak, te csöves geci. Na ide figyeljél. A Carlitót helyetted nevelem, te mi haszna? Érted? Persze, hogy helyettem neveled. Hát bazd meg, hogyha ellopott tőle, meg akkor hasonló egyébként. Meg az anyját is baszol. Hát mit? Kurrogatom a hölgyet azt 2 éve. Te figyelj már ide. Na most érted? Tisztázzuk itt az erőfölényeket, jó? Tehát mi hárman vagyunk itt, te meg fogd be a szádat. Majd most elmondom, amit akarok, azt te utána, hogyha megérted. Ha nem, akkor meg utána fejbe leszel baszva. Figyelj csak. Megértetted? Úgy, hogy 100 orvos nem rak össze. Miről szédülsz? Tehát egyet ütök, azt elsírjátok magatokat mindjárt. Te hagyjad már jöhettek magadat. De akkor legyen paszod. Tedd le azt a baseball ütőt. Gyere. Egy az egybe legyél például. Te annyira nagy embernek tartod magad meg minden. Ezt te elővetted a fegyvert, az mi volt? Na? Milyen fegyvert? Na mi van? És akkor viszonyal mi van? A fagyi, vagy mi van? Meg olyanokat hallok vissza, hogy a izét, a Lali anyját, te ki akarod túrni a lakásból, meg ilyenek. Figyelj csak, az hát az én ember házam. Vagy te, ember nézzi, vagy te, férfi vagy te a talpadon. Nézzél már szél, te csöves. Úgy fejbe baszlak, az anyádat mesterséges kómába. Figyelj csak, most már kezd fölvenni a cukrom, meglékellek te, dízel geci, te afrikai terminátor. De figyelj már, lehet, hogy orvos vagyok, de olyat rád fogok baszni, érted? Hát nincs olyan öltés, amivel összeszednek. Szájra tételi gyógyítod a pitypasz ügyületet, he. Milyen orvos? Ha mindjárt azzal fogod, te is letérdezt nekem itten. Mikor a pénzt kellett összetarhálni, akkor szoptad a passzunkat. Igen, és miért kellett összetarhálni, mert balfasz voltál. Csöbes geci. Azért.
mert elvesztettétek, azért kellett kicsit. Ez meg lesz jegyezve, meg lesz jegyezve. Meg lesz jegyezve? Szoptifogtól. Szóval mindjárt, hogyha fejbe baszlak, az is meg lesz jegyezve? Gyere, basszál fejbe, no. Jósa felejtel. Gyere, tedd a számba. Úgyhogy okos legyél. Gyere, basszál meg, bármikor. Érted? Bármikor. Ezt mit akarsz most te itt? Ha? Úgyhogy okosan beszélgessél, már még egyszer kérje találkozunk, onnantól kezdve már nem fogsz mondom, élni. Kérje bocsánatot. Ki kért tőled bocsánatot, mondom, te? Mondom, kérje bocsánatot, peréb arcú. Gyere, mit? Na! Gyere, dobjátok föl a kezeteket! Ha. Dik, hova jutsz, gyere, passzopó! Gyertek, csöves geci! Hát mi a paszkodjátok magatokról? Álljál a bűnös kurva anyátokat, gyertek, passzopók! Mi van? Na várjál! He? Fekszök, köcsök, gyerek! Mi van? Ezt a fasz. Mi van, buzik? Ennyi vagy, ne. Pofolos vagy. Öldig csak hármat. Na mi van? Harcos. Hármat tudtok jönni, ti szerencsétlenek. Na, tedd el azt a gumibotot, mert feldugom a picsádba. Figyelj csak. Ez ki nem műtik ez belőle. Az otthoni hagyományaidat tartsd meg magadnak, légy szíves, jó? Te csak itt ne dugdossál semmit, magadnak esetleg. Meg itt hogy viselkedsz te a nőkkel a városba, mi? Milyen nőkkel, te gyökül? Ki nevelt téged, te? Kicsit tiszteletlen vagy. Okosan beszélgessél már itt az emberekkel, mert hirtelen elkapálnak. Mert ki leszel? Mi vagy te itt valami önkéntes? Lehet, rendőr, hogy orvos te? Vagyok. Büdös köcsön. Lehet, hogy orvos ha? Vagyok. Párul lemászol, azt megy pered vannak magad? Embereim. Bajusz geci. Ha? Milyen bajusz geci te? Ha? Hát nézd már magadra. Igen? Hát hány éves vagy? Ha te futni 18. elég bírsz, hát kiköpöd a tüdődet, 18 vagyok, csöves. Hát trombózis mindjárt szó. Elvisz. Na? Van passzod? Mi? Elteszed a baseball ütőt, gyere mérkőzni, mert mint férfi a férfival. Na. Becsületedé. Érted? Na gyere, te patkány. Érted? Na gyere, üssélsz, na. Figyelj csak, de a kis maugliaidnak szólja, hogy pusztuljanak el. Ez nem egy óvodai mérkőzés. Na jó, az intézet nevet nem tudom végignézni. De hova ütsz, te csöves? Ez egy sportesemény. Ha? Na mi van, gumibot? Mi van, passzopók? Fekszel, megmondtam, hogy lefekszel. Na aztán még én nem tudok bizé bunyózni, mi? Azt az adjad a köcsönnek, hey. Adjad! Gyerünk, buzi! Adjad neki! Gyere te is, te na mi van, kell még? Fekszel! Na aztán most már viselkedjél magadnak. Figyelj csak. Az Isten bassza meg, hát hogy viselkedtél? Mi vagy te itt? Ki vagy te itt? Majd megtudod, ha mindjárt beviszlek ide a picsába a tengerbe, aztán feleszettek a cápákkal. Kibasszok velem, lepogsz, azt leszopnak a barátaid. Ha a két herregulja meg a passz, itt sétál. Ha itt peritek látom, látom, a szöveg megy, a tudás még mindig nulla. Gyere, azt boxoljunk akkor. Mert ez mi volt? Már kétszer elővetted a gumibotot, hát kinek tartotta itt magad? Azért, mert egy monkey vagy, azt hiszed banán, azt már pucolod megpele, habzsolod befele. Érted? Ha mégis szoptad a faszomat múltkor. Összekeversz agyáddal. Ne, biztos, hogy. Jó, figyeljetek ide! Figyelj ide! Csináljunk úgy, mintha ez meg se egész végig, volna. Egész végig a nyomodban leszek, érted? Ráteszek szára, mint légy a szarra, meg érted? Aztán, hogyha még egyszer így fogsz viselkedni, kussolj el, mert most beszélek. A tiszteletet add már meg nekem, jó? Kinek? Neked? Pusztulj aztán majd innen. Utána, hogyha még egyszer ezt meglátom, hogy te így beszélgetsz itt az emberekkel, fiammal főleg, meg utána akkor még a Lali anyjával. Hát én mi meg lesz fogok ezt elásni. Körbe rajzolsz? Vagy mi lesz? Az biztos. Te csak megküldjetek már hanyat, ezt menjetek, azt tornázatok még egy kicsit. Passzibálok. Na korpás, milyen szája lett? Hirtelen. De, büdös paraszt. Szopni fogsz még, Monkey? Ezt mondom neked. De ide figyelj! Jó napot, doktor úr! Szép napot! Pusztuljál innen! Tudok valamit segíteni? Így van, hívja a rendőrséget, a rendszámot föl kéne írni, agresszorok a fiatal emberek, jó? Legyen szíves! Yeah. Jó, mert itten probléma berült föl. Mi történt itt, hogyha szabad tudnom? Jajjaj! Bocsánat! Nyugalom, semmi csak. Baj! Ne engem! Elvigyem valahová magát? Hát legyen szíves, vigyél már el! Hova? Ide a étteremhő balra. Jó. Ja, Istenem, bassz meg ez az RP-s kurva jó. Mostában az RP-k nagyon jó. Azt meg kell hagyni. Köszönöm itt szépen, uram. Köszönöm. Igazán nincs mit. Viszontlátás. Viszlát. Szép napot. Szegény madámat összetörték.
Legalább zárva van. Jaj, Istenem, micsoda kalandok itt egyből. Ez rendőr, nem mentős? Dehogy nem, azt mondtam, doktor úr. Ez egy admin volt? Kicsoda? Nézem közben a csetet. Kösz szépen mindenkinek, srácok, a támogatást. Szép. Ide hogy üljek le, ha lepisír, de a széket rúzni? Az igen. Itt már tömény romantikus zajlik. A dinoszaurusz megtalálta magát. Nagyon aggódtam. Nem bőzben mondom, öreg, de halljak meg. Ez a rakli úgyben van nedvesedve, esküszöm. Üljél lepele, jó? Szarnunk kellett. Tiszta pisi, mert Rózi néni lepisírta. Én itt ülök. Összem össze magát. A rák a gyomrát neki. Szerintem az pesgő. Ügyél a picsádra. Nagyon jó, köszönöm szépen. Kérném akkor. Itt a savanyú káposztával. Olyan kényelmes az öletbe csücsülni. Krisztóf, figyelj már. De hallod, hol voltál? Mi között van hozzá? Te ne velem törődjél. A doktornőnél mi? A puci, ugye nem a doktornőnél voltál. Te magaddal törődjél. Látod, csak szólok, hogy a doktornéni azt mondta, hogy valamit innen hogy én amúgy láttam az öreget, lement, azt megpipáztatta ezt. Miről beszélsz? A pulicukrot. Meg lett pipáztatva a pulicukor. Figyelj csak! Te mit hallottál? Tehát ágyus voltál, Vietnámban süket vagy, bassz meg. Miről szédülsz? Jó lenne, ha magaddal foglalkoznál meg a dino tojásoddal, az öletbe. Ilyen dino tojás, konyha malacca. Konyha malacca. Hallod, öreg? Miről beszélsz? A fuci az öletbe ülhet. Hallod, eljött el. És ezt azóta olyan nagyra hordják magukat. Jó, légy szíves, mondd el, hogy kaptál paszt, jó? Kint ott az előbb az óceánparton. Hát el voltunk kettesbe a pucival. Bedurrantotta neked, meggyurmázta? Megnyomkodtam neki, érted? Benyomtad neki a üzét? Meg lett gyurmázva az öregnek. Kicsit rányújtna. Ezt mi van abba? Sem kell pétékenykedni. Nem működik így, gumibottal kell érteni. De hogy nem működik neki, Rózi néni ne apárnyából induljon ki. Jó beszél, jó beszél. Fú, de. De hát nem van meg Rózi néni. Mi a helyzet? Micsoda? Öreg. Igen? Öreg. Mi a baj, Lajos? Szia, Bácsi. Ne haragudj, öreg. Ülj csak le, Lajos. Mit csináltál megint, te fasz? Ülj a picsába. El akartam mondani, hogy ilyen hülye. Öreg, nagyon... Ülj a picsába. Nagyon megbántuk. Jó van, kiszopjátok a fasz. Ülhetek ide. Kicsit gyerek, Kárlitau. Ülj az ölibe, Kárlitau, gyere. Rázok ide. Jézusom. Mit csináltak ezek? Öreg. Öreg, tényleg, ne haragudj, te vagy a legjobb ember a világon. Na látod, ezt akartam hallani. És fiam, most mi a baj? Te vagy a legjobb. Mi a baj, csillámpóni? Csak nagyon szeretem az öreget. Ennyi. Most elhiszem. Krisztó, legjobb. Egy kiló banán... Ezt tudjuk, jó, hallod, hogy nagyon szeretett. Krisztó, egy kiló banánnal idomítottad be azt a szörnyszülött maugli? Az úrnak végig van egy kicsit. Nem, nem. Figyelj, megmondom az őszintét. Ideült, azt mondta, hogy be lesz véve este minden, amúgy meg már az előbb mondtam neked, hogy amúgy a nadrágom tisztonált van, hogyha olyan folyása van, mint a csőtörés lenne nála. Az a baj, lehet, hogy az egészségügyi díj. Kösz szépen TikTokon az ajándékokat, srácok. Figyelj csak, hát ez a minimum, amit tudok nyújtani. Meg a hetpörnes fasz. Nem kellene. Rózi néni, ne sértegessen már. Mit mondott a konyha malac? Jó erős. Mit mondott? Pulicukor. Hát te már rossz a szeme, itt olyanokat mond rám. Mit mondott? Olyan éles, mint a sasé. Irigy az a rák. Dehogy. Azért pisílt ide az asztal mellé. Figyelj csak, az a lényeg, hogy ne ülj a közelébe, mikor éhes, mert megesz. Érted, az a dagadék? Kis gömböc. Nincs pénzed, szóval. Érted? Mi az, hogy nincs pénzünk? Teli vagyunk. Ja, állj már le. Kérdezd meg a Krisztó. Miért veszed magad? Kaszinóba is nyertünk. Megsértette itt a társaság. Ne haragudj meg, pillecukor, te fizeted a kaját, nem? Nem az öreg, akkor... Hát igen, mert én egy hívtam el vagyunk. Ide. Egy kasszám vagyunk. Azt szokott fizetni. Érted? Persze. Mindenkivel. És féltékeny vagy?
Én nem vagyok fél. Milyen doktor nénivel vagy már megint? De úgyis az hülyeséget beszél. Az, aki be akart engem zárni. Figyelj csak. Hát a Barbara doktornő, akit ide akartam hívni. Lajuska, légy szíves, takarodj el ide. Azt mondta az öreg, hogy hívjam ide, hogy féltékenyé tegyen téged talán. Ez nem igaz, szurod, hazudik ez a kis félrehívott, hogy hívjam fel. Lali, szerintem maradjon be. Én meggondolom, hogy megkapsz egy sem. Takarosszat csinálod. Bocsánat, Lajus, tudnál jönni a pillanatra? Szerintem maradjon be inkább, hidd el, jobb lesz. De tényleg félrehívott az öreg, hogy Carlito, felhívja. Carlito, egy pillanatra tudnál jönni? Jövök. Te is. Mindjárt jövök egy pillanat, ne pezsegjen már a picsád. Olyan, mint egy kis kutya, úgy cincog. Figyelj csak, Carlito, van itt a telefonod? Éden itt van. Jó, fel tudnád hívni az apádat? A pucit hívjam föl? Igen. És mondd el neki, hogy megbasztam az anyádat és téged is. Jó? Engem itt megdugtál? Igen, mondd ezt neki. Rendben? Mindegy, hogy nem igaz. Okay. Most hívj fel. Oké, itt hívom. Köszi. Lajos, figyelj csak! Igen. Te meg a büdös retkes mocskos ronyba tekert, szarnasz éjjel lehugyozott sóskipli pejeddel. Mi a passzomért kell passzságot beszélned? Kérlek, csak ne üsd meg, légy cím. Elegem van belőled. Öreg, én tudod, hogy szeretlek, én csak a jót akarom szerintem. A passzomékkel popázod állandóan neked. Öreg, szerintem nem illik hozzád a pince cukor. Szia, apa! Csak azt akarom mondani neked, hogy az öreg báci, az megbaszott engem, meg anát itt. Igen. Megveheted a bácit? Hát de miért vetted meg a bácit? Istenem. Nem fájt öreg, a dugát, megvertek. Nem fájt. Miről beszélsz te? Mi az, hogy megvertek? Várjál, megtakadt. Megtakadt, te normális vagy? Na. Hát na, itt vagyok. Meglepődtem. Nem fájt a dugát, nem. Igen, bedugta a fűzijét a popcínba. Igen. Anyának is, igen. Mondj azt, hogy a kutyátokat is megbasztam. Azt mondta, hogy a Milo-t itt megdugta, a kutit. Jó, oké, okay, hívjál majd. Szia, apa, szia. Igen. Még egyszer popázol a pulicukor előtt, alád rúgok. Mit kell mindent elárulni? Igazmondó, hát, geci. Ha? Hát csak mondtam, hogy amit köszönöm, Carlito, köszönöm. Mondtam, hogy mit mondott? Igen. Azt mondta, hogy téged meg fog előzakolni, és hogy a letépi a fejedet, és bele fog kakilni a tesztedbe. Figyelj csak! Ezt mondta apa. Tudod, hogy nagyokat igen? Mond az a rettegfészek, igaz? Tudod, hogy butaságokkal beszél. Hát... Igaz, tudod? A behetett, most anya is tudom, hogy fasztok, de hát anya. Apa meg apa, éted. Figyeljetek ide. Apát, teretem apát, anát itt teretem. Gyerünk visszafele. Oké. Micsoda izgalmak voltak itt. Hát én szeretem a pucit, nem hiába a dedim. Na, üljetek le, figyelj! Leülhetek ide? Igen, tessék helyet foglalni. Köszönöm. Jó, és akkor a házamba már nem tudtok bemenni, sajnos. A pucit az öletbe ülök. Ülje ide te. Beleülhet az én ölembe is. Mi ez, mert csontos a lábam. Jaj! Mit beregszel? Nem is igaz, már ültem a kocsi. Bocsánat. Szúnyog volt, ugye? Lali? Ez a szúnyog volt, ott volt a száján. Mi lesz, hogy mögöm? Belátok a... Mi az, hogy verekedés van, hogyha ők itt vannak? Ezt kipopáztad? Ezt kipopáztad? Na Mácsi, ne nézegessen a lábam közé. Tudod, a csávó mondta, abba a citromsárga bolondos ingben. Figyelj csak ide, kis köcsög! Az öregnek. A szomszéd asztalnál, citrom, izibadán. Nagyon kényelmes a puti. Elnézést, mi volt ez a megszólalás, hogy itt ilyen rasszista viselkedésekkel itt nem... Hogy is fogalmazott? És akkor mi van? És
Menjünk, basszál le neki egyet! Ha nem tetszik, el lehet menni, köszönjük. Ne tessék, nem kérdeztem a minden. Lácinak a hangja, mint amikor a galambok beszélgetnek. Azért fogja meg magát, fogja meg saját magát, meg azt a halott részeg embert, aztán takarodjanak ki innen. Induljanak meg maguk előtt. Ez kajakos megy. Még egyszer így beszélsz a csajommal, átsúcson eszel pattintva kis köcsöt. Húzd már ki a fűtőt az átból, mert hú, ez de romantikus volt. Na, elígyék kifele, he. Na jó, van most már elég volt ebből. Figyelj csak! Te mit szarozol? Most már amúgy. Segítek, Báci! Bejövök idegbe! Mit ne tessék sértegetni az a ez már igen. Ez egy csicski talmon. Ez szép a. Báci, megakartam ezzel a ütővel, találtam. Ez szép a. Hogy menj sértegetni az apucimat és a barátait? Menjen ki innen! Jó, szedelőcködjetek, mert megyünk a faszba. Petél, nyugodtan. A bányitól elkérhetem a számlát. Menjünk akkor, oké. Ilyenkor azt mondta sziasztok nekem a Joker báci. Köszönjük szépen a szolgálatot. Ilyenkor, hogy mindig ki kell sétálni, hogy a számlát majd más fizesse. Ez így van. Látod kell, hogy tudom, már is Joker bácit, hogy jöjjön értünk. Köszönjük, Daven Baktári. Veszik tizé, hopp. Dugujjon már el. Valaki ezt poti, azt írja, hogy Buzi Zsuzi. Bácsi? Most szia azért, mert megbasztam a pádat. Értünk, tudsz jönni? Bocsánat. Most miért kell Dávid, anyát hívni? Szobat. Nem. Hey, jó, jó, gyere, gyere. Krisztó, adjad neki. Krisztó, álljatok le. Tényleg álljanak le. Ott ez, ott maradt ez. A kis köcsökben mekkora szája volt. Na mi van, Buzi? Nem beszél a galambáci. Na húzzá innen, míg szépen vagyunk. Jó, az, hogy bajunk lesz, bátyja? Nyugodj meg! Mi az te? Kezd fölmenni a cukrom. Citerázni fog a torkodon. Nagy citerás. Hallod, öreg? Igen? Híjad a patanás képet, hogy kísérjen haza minket. Nincs telepodom, Dík. Figyelj csak, segít. Te Lajos azt mondta, fölhívja őtet. Én hazagadom a tévében, Lada. Hallod, Joker bátyádnak küldj egy BH-t. Küldtem neki, küldtem. Hát hozzám bepérnek az én hárman. Na, gyere ide. Három SMS ingyen van ilyenkor. Küldtem neki SMS. Gyere édes. Ne üljetek be a csomagtartóba, ha. Oda is beülhette. Tényleg. Kárlitó, üljél be te is. Kárlitó. Ide is befértek. Oda ne üljél, az egy retkes, szucskos merda. Oda ne üljél, Kárlitó. Hát ez tisztább ez a kocsi, mint a tiéd. Pusztulat ki eszi azt. Miről beszélsz? Nem tudja, hogy hátterül a lobon, az a baj, tudod. Te mit vettél születésnapjára? Nem vettél neki semmit, is, hogy bussolj be. Ez meg a másik. Megjött, mehetünk. Szavaztok-e? Hol van az a kettő, hogy nem normális? Ja, elnézést csak... Amúgy meg mi köze van hozzá? Nem látja egyébként, hogy magas rangú tizedes vagyok? Vagy mi? Magas rangú tizedes. Hatalmas magas. Irányítok vissza a szolgálatba. Hát ki fogom rúgni. Elnézést, maga szolgálatban van, akkor meg... Lassza már neki egyet. Ha mindjárt kiszállok, olyan pofont lebaszok neki. Jogosítvány forgalmi engedélyt kérünk. Így van, így van. De mit csinálsz? Oh. Jó? Legyen kasszátos rendőrséget, elszólítom, hogy húzódjon félre és állítsa rá a gépjárműre. Normális vagy, baszdmeg? Normális vagy? Jó napot, jó napot! Normális vagy? Összetört az új helyben. Jó napot kívánok! Tömegési távolság! Pont láttam, hogy mi történt. Sajnos. De szép autó. Menjünk már, arrébb beüvölt a muzsikai. Már is? Gyertek. Na, menjünk arrébb. Takarodjál, Ali. Kövessenek, kérem, kövessenek. Menjél, hagyjátok itt a bolondot, meg a csüngei csöcsit. Hagyjátok itt a rákba. Figyelj csak, Joker. Kulcs van nálad, öreg. Egy pillanatra tudnál jönni, legyél szíves. Már is, várjál, csak ezt... Jó, várj egy kicsit meg. Ezt most felírom, érted? Legyél szíves. Na mondja te. Figyelj csak ide. Most én megmondom neked őszintén, hogy itt történések voltak, amíg itt... Nálam is, képzeld el, egymagam lefegyvereztem egy bandát, vágod? Figyelj csak. Én hiszek a mesékbe, mindig azt mondom. Ez nem mese, öreg, nézzel rám. Legjobb zsaró a városba. Őszinte leszek hozzá. Volt valami kur, gyere, volt. Figyelj csak, egyrészt megbasztam mindenkit. Mindenkit megbasztam, de nem ez a lényeg,
Hanem a kis köcsök Carlitónak az apja. Ide jött három haverjából, azt elkezdte kampertkodni, érted? Pegybert fogtak rá, verekedés volt, meg ilyenek. Érted? Hogy fordulhat ez elő? Ennyi év után. Hát figyelj csak, meg kell keresni a passzapultot. De tudjuk, hol lakik a Carlitó apja, emlékszel rá? Volt úgy náluk. Szájba kell baszkodni. Ide figyelj, ráhívom az egész egységet, jó? Ki lesz fingatva a faszonnal? Most akarod, vagy majd csináljuk együtt? Megvárjalak vele? Megvárlak vele, azért csak nem hagylak ki, tudod? Lesz egy kis magyarázkodás, jó, hogy amúgy? Jó, nagyon jó, baszik, nagyon hát nem azért kérdezem, hát de nem úgy kérdezem. Na szagold meg. Akarom. De vagy nyugodtan. Látod? Tényleg? De várjál, akkor úgy csak, hogy ne lássák. Mutogassál felé. Gyere, mint hogyha egy mutattád a kirakatot, tudod? Nézd meg. Látod, itt ez volt a kedvencem. Hopp. Aha, mutassák. Pillecukor pinálja. Látod? Milyen? Érzed? Az igen, ne. Basz meg. Miért van ilyen megáporodott öreg asszony a pinálnak? Nem tudod, de kit érdekel. Úgyis a COVID-ben nem lehet, hogy azért van, mert tudod, van ez a fasság, hogyha sok nő együtt tartózkodik egy helyen, akkor még a szalamenszeszük is, ez igaz ez a szagra? Igaz. Lehet. Lehet, hogy az a ruha dinoszaurusz. Na de várjál, mert nekem itt hadilábon áll nekem az úr, mert láttam, hogy ott beléd ment, nem volt már követési távolság, úgyhogy ez most egy vaskos csekk lesz. Na, mindenkit felszólítok a rend nevében, hogy hagyjuk abba Carlitó! Bocsánat, az autót akartam. Carlitó! Ne akart! Carlitó! A levegőben lövök, elég legyen! Elhabzsolok a csöcsöbe. Ajjaj, mit csinálsz, Carlitó? Belefogok hányra. Nem látod, hogy zavarod az öreget, Kárlitó? Megszoktam, de villanyja megdobta bácsi. Nehezen. Ebből oxigén jön ez ebből a csöcsökből. Na, megkérném szépen itt a gépjárművezetét, hogy szálljon ki a gépjárművbe. Jó napot kívánok, be szeretném mutatni. Joker Jack vagyok. Ezredes, vezető ezredes vagyok az LSPD-nél. Szeretnék kérni jogosítványt, forgalmit, kötelező biztosítást és 10 évre előre a műszaki vizsgát. Jó? Most azonnal. Jó, én és meg egy járményt és egy járményszámot szeretnék kifogja 47-37, most pontom el. Bocsánat, a károkat ki fogja megfizetni? Mert most hát a születésnapjára. Milyen, miről jó, beszélsz? Követési távolságról beszélsz. Így van, a követési távolságot nem az úriembernek kellett volna megadni itt mellettem, hanem magának, aki követte, ezért követési távolsága neve. Nem tudom, feltűnt-e? Figyelj csak el, akkor ne dohányozzál. Uram, én az... Így van, neki van jogosítványa, jó, most kértem el tőle, az összes irata rendben volt, a gépjármű papírai rendben voltak. A kérdés az, hogy magának vannak-e iratai, és hogy van a magánál elég pénz ahhoz, hogy innen eltávozzon, jó? Akkor szeretném elkérni a jogosítvány, forgalmat, uram. Mit tanáltam a kukába, hát? Valami csomagba valami zöld cuccát. Mi ez? Ti mi a passzobot csináltok már meg? Valamit talált. Aha, születési dátuma. Pogypurit talált, pogypurit. Mit találtál? Ez nagyon jó, rendben? Á, nem szívom eddig. Hát ki fogok magának állni, hogy egyébként egy számlát, még hozzá. Adattam az öregnek. Hibás műszakadék járművel. Eladunk 2000 dollár, kérsz legyen? Adok, igen. Majd mikor beveri a policikornak, utána jól lesz neki nyugtatónak, a szívjük, hogy zavarál, legyen a bolondra. Ez egy 15000 dolláros szám lesz, már is írom a csekket. Mi az így a lábszagod? 765. Na, ne szemtelenkedjünk itt a törvénnyel, jó? Mert kénytelen leszek bevinni és előzetesbe. Bácsi? Igen. Van egy új játék, ne tegeződjünk, uram, ne tegeződjünk, rendben? Jó van ez nekem, majd hazaviszem a gyereket. Jó, add már ide! Lali! Krisztáv! Már is állítom, van egy játék, bácsi, nézd, figyelj! Ide kell jönni! Gyere velem, légy szíves! Várjál, bácsi, megmutatom? Várjál picit, mert most a pényképezőgépet ad ide, amivel lefotóztál, passzopó! Én nem fotóztalak le. Gyere velem, gyere, mert beledet kihúzom most, már kezdesz felidegesíteni. Mondom, pakold ki a zsebeidet, a padra tegyed ki pele. Telepont, pényképező, minden. Jó, jó van, itt van, kitörlöm a képet, öreg. Add ide. Elrendeztem öreg, elveszem a telefonot. Füstő hazáj. A puci, mit majd csinál? Majd kitörlöm. Itt a kép, kitörültem. Kurva nyádat, Lali. Mit csinál? Na, köszönjük, gyertek, azt viszlek el, mert nekem még műszakom van, értik? Na, Steakhouse volt. Menj már egyenesen. Szoktassatok le.
Jó, és a károkat kifizeti meg, bocsánat. Öreg, már megbüntettem, mert hogy nálad minden papír rendben volt, így volt, javasítva vagyod neki, hát, nem volt, meg ilyenek úgy, hogy... És a pénz hova tetted? Ez egy új játék. A bírságot. De azt a szart, Carlito. Látod? Ráhúztam egy zsákot a fejére. Jó, akkor... Szedd már lett a fogyatékos. Itt maradtok? De nem látok semmit, hát. Krisztok, mi ne belé, cíves. Gyere vissza, édes, mert nem tudom. Kármit, hát Lajos így marad. Ahogy adom. Ugye, most játszunk, bújjocskát. Egyenesen, jobbra fordulsz, balra fordulsz, aztán meg fölfordulsz a gecibe. Vén a fasz. De mi megint mit csinálsz? Menjél jó. Már. Elnézés, biztos úr, bocsánat. Itt megint... Elnézést, de jó, itt megint... Jó, sose érünk haza, Hector, induljál már, meg vigy már haza az autóhoz, haladjál. Nem, már még szeretnék veled kettőt venni. Szálljon ki, legyen szíves, szálljon ki a gépjárműből. Megkérem az úriembert, hogy szálljon ki. Jó napot kívánok, a nevem Zucker Jack Napier, vezérezedes vagyok az LSPD-nél 47-37, a viszont szeretnék kérni egy jogosítványt, egy forgalmi... Most adtam át. Jó, ez már kapás. Én live-olom. Gyerünk, hagyd menjen a lány! Jó, szeretnék, el szeretném kérni az okiratokat! Már tudod, csinálják a rendőrök a mai világban! Már átadtam, még egyszer nem fogom átadni! Krisztó, vegyél, vegyél! Téged veszlek most, öreg, téged veszlek! Most ez megy az univerzum az interneten! Nem fogom felszólítani még egyszer! Egy amerikai jogú személy vagyok! Egy cég! Flektor, Flektor! Így van! Uram, harmadjára szólítom, fogyadjál a papírait, vagy szülömből lehet, hogy vigyem mindent! Jó! Jó, neve? James Field. Születési dátuma? 2000. Jó, rendben, sajnos meg fogom büntetni 15000 dollárra, mert nem tartotta be a személy. A kereszt, illetve a követési távolságot tartotta be, rendben? Illetve volt egy kihelyezett csak. Akkor üljél be. Csak mert fel kellett szállítani. Olyan már össze. Lali be van kábítózva, nézzed, öreg. Lajos, normálisztán. Behájsz a kocsiba, buzi gyerek. Tett a fél. Szerintem Lalit nem visszük. Öreg, ha behány az autót, majd nem takarítom ki. Elnézés, fiatal ember! Gyere csak ide! Te Ácsén Milánra jön, goáljál már! Mik az az Zlatán, he? Szia! Zlatán! Igen? Bátya, most bajba vagy, mert interesek vagyunk. Ez a távoli! Mi? Ez a távoli, bácsi! Te medd le azt a meszt most magadunk? Melyik közelyből jövünk, he? Szétbaszuk a popádat. Jó? Ultrák vagyunk. Légy szíves, vagy mi vagyunk az ultrák. Lali, ez a távoli, vagy a messzi, vagy mi most mondtam az? Mely venném le? Vedd le a messzt, vagy leváltjuk rólad. Meg ezt mindjárt mondom, vedd le azt a messzt. Uraim, nyugodjunk meg, nyugodjuk, tegyük el, légy szíves azokat az eszközöket. Jó napot kívánok! Kurva huliganizmus van, kimondtam a szóba! Szurkolók vagyunk, ultrák vagyunk! Összeütések lesznek itt a parkolóba! Szégyed, mondjad, hogy izé? Egybe. Üssél össze itt a peketében. Nem. A magnumban. Rasszizmus. Oké, akkor az úriembernek a hátsóját azt fogom húzni, de mondom, rasszizmus ma készülőben, akkor gyerünk, üljetek befele a passzolba, menjünk innen. Vigye be. Köszönjük a segítségét. Tegyük fel a kezeket, uram. Szállj ki a csajom mellé. Tegyük fel a kezünket, uram. Gyere, édesem, gyere. Krisztó, nehogy rányúj, itt vagyunk hátul. Hey, adjátok. Látjuk. Adjátok a májkamagrát. Enged már el a tombomat, most miért fogod? De nem fogom. Ráteszem a kezemben a pofámból a passzol. Most soljatok már, mert nem hallom a rádiót. Most mondják a híreket. Bocsánat. Mit mondanak? Hogy leszopták az híreket. Hova kell menni? Haza. Bocsánat. Na jó, hát ez haza. Hát honnan a geciből tudja, hogy merre kell menni, baszd meg. Hát Róziékhoz, Laliékhoz. Csak kövesd a sárga köves utat. Járom az utat, a macska köves utat. Magam járom az utat. Beszopta. Kacskaringós nagy utat. De most azért látsz ilyen pekete kárdugókat, na mi, Krisztó? Hát remélem. Elnézést! Kisugó, ki lesz kárdugóba. Úristen! Biztos jó vannak, mi? De már anyu is benne ült a kocsiba, he? Kiszopja paszt, ez ki van párnázva, rendesen az a dagad, geci. Ne aggódjál. Ez így van számolva, nyugodhatom. Nagyon jól vezetsz a puci. Na, és akkor merre, Pele? Valahol itt van a környében, nem? Ott van, hát ide látom, hogy ott van a GPS. Balra. Nem jobbra, he? A Los Santos-i rendőrségnek ő már elszólítja, hogy húzódja a félre és elmúlt cserébe. Ti vagytok, hát! Várjál már!
Elrepede? Igen. De a kapaszkodjál fogadat, szorítsd össze! A Los Santos rendőrség nevében felszólítom, hogy húzódjon félre és állítsa rá a gépjárművet. De mi a passzomat csinált? Jó napot kívánok, uram! Balra. Megyünk balra. Így ott egy csövese az utcélin fekszik. Hon? Mögöttünk. Ne hazudjál, mert... Alszik, maradj csöndben, mert fölkelted, alszik. Na, menjünk ja, még. Báci! Na mi van, he? Sziasztjük meg, kakálni kell. Jó, ne, és itt merre kell menni? Mindjárt mondom. Szélre. Még egyenesen. Nem, mit? Jó, van, hallgass már, csak egy kicsit bemelegítem. Olyan vagy a puci, mint egy Forma 1-es pilóta. Persze. Szágúdás, Porsche szerelem, szágúdás. Apasz, beberem. Itt jobbra, jobbra, jobbra! Viszkét szeretem szójával, viszkét szeretem. Meg jéggel, jéggel is. Itt meg balra, balra vissza! Várja, te öngöltözhetett már, bazd meg! Faszordítatok már. 200-szor volt itt, ezt nem ismered, ezt a helyet? Hát de ez az én házam. Jaj, nekem. Mit a te házad? Mondtam már, hogy adjál papírt. Adok mindjárt papírt. Most kell egy szoba, Szándra. Kell egy szoba. Kakánod kell, hogy papírt kész. Gyerekük, Krisztó, he. Azt a papuci. Stimp, stop, enyém a kaja. Menjél csöbbe pele. Jó vagy édesem. Jó. Picsádat készítsed elő. Öreg, figyelj, már tudunk beszélni. Húzzatok befele. Húzzatok ki befele. Szépen beszélj velem, Krisztó. Itt az előkertben. Megmutatom, persze. Na, mi van? Hallod, öreg? Most nem rossz volt, de nem tudsz ennek kamagát, hogy valamit? Figyelj csak, ahogy ne lenne. Az a bajom, hogy egy másodpercet egy kicsit oda dürgölöm, neki már duranok. Há, hogy ne. Figyelj csak, van, hogy pojtogatni kell pulykanyakat közben, ez az egyik módszerem. Tehát cuccolod, és akkor rányúlsz, pojtogatod egy kicsit. Vagy most azt, mi akkor? A többinél szorítsam meg, így, vagy így, hogy? Így, meg a másik, tudod mire szoktam? Mit szoktam csinálni? Kurrom a nőt, mint a gép. Sírtelen Angela Merkelre gondolok, tudod? Ahogy állott és néz, összeérint a kezit, tudod? És utána... Nekem egy... ő bejön. Bejön? Ő? Hát akkor választani kell valamit. Steiner Kristóf? Mindegy akkor. Vagy valami, érted? Gondoljál inkább valami. Legyen Istenes Bence. Istenes az Bence, is az gusztustalan. Jó, figyelsz, rágondolsz, és akkor egyből visszafogod magad. Te megint cuccolod, megint rágondolsz. Akkor működik. Úgy fogom kezdeni, jelenleg hallott, hogy hátulról kezdem, azt akkor... A jobb kezemmel meg a tövénél rászorítok. Újkanyokat elkapod. Befele dugom, kész. Mint a dugnék neki így befele van, valamit. Így van, így van. Meg lehet oldani, tudod. Praktikák ezek. Kérdezzé. De a szobában az ágy alatt van, ott az ágy alatt egy kis izé, ha kell esetleg. Matéria, pian. Jó van, majd benézzünk, benézzünk. Na menjünk be, ezek ne hagyj lenni. Gyerünk a gecibe. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai adásban. Nagyon hálásan gratulálok nektek én most ezzel kapcsolatban. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a támogatási rendszer használatában. Jöjjön májba cukorka, elviszem. Eldobom a gádzsit, öreg, jó? Elköszönök a pucitot. Sziasztok, szia. Szóval srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem élveztétek. Szuboljatok fel, mert az nagyon jó nekünk, és az nagyon kipi-kapi. És sziasztok, és nagyon jók legyetek ti majd most. Szia!